És akkor izé, ez lesz a féder, az alapján... Én már benn voltam. Nem vagy ott benne. Mindjárt mondom, hogy honnan vagy benne. Onnan, ott már igen. Na, akkor minden. Ott jó. Jó, akkor... Ez mekkora, ez így beodulunk, mint a nagyok. Meg is hajoljunk. Ja, tényleg így. Ez ekkora lenne. Jó, van, mehetünk. Oké. Okay. Jön a kullogunk, üdvözöljük egymást. Hello, szia. Ah, most már mindegy, gravitáció lehozott. Elnézést mindenkitől, de ez a mai nap, ez ilyen. Hát akkor beszélgetni fogunk. Igen, ezt nevezzük bumlipótlónak. Bumlipótlónak, mert szerettünk volna bumlit, de nem jött össze. Most egy ideig a bumli sajnos offos, úgy tűnik, rajtunk kívülállókok miatt. Viszont az ilyen irányú műsorokra nem csak nektek lehet igényetek, de nekünk is van. És ezért most Tricsivel ketten fogunk beszélgetni. A helyszín Dunavarsány, Bad Vision 1-es stúdió. 2024. november 21-e van, és ez egy csütörtöki nap. A helyszín, mint mondtam, Dunavarsány. Itt nevezzük ezt 1-es stúdiónak, mert a kísérleti bumlit azt végül is lent vettük föl. Ez itt egy kicsit már nyugisabb környezet, ez a padlás tér, és ez nem része a mindennapi életnek, úgyhogy nyugodtan lehet motoszkálni, úgyhogy senki nem jön bele, sőt, itt bármit tudnánk csinálni a háttérrel is, ha lenne hozzá technikák. Hát ez most nincsen, de Ricsi elmondta, hogy ez nem egy televízió, ez egy sima beszélgetés műsor. Két olyan ember között, akik ismerik egymást, hát most már lesz a 30 éve. Hát kb. Szerintem lehet, hogy több 94, is 94, de 30 körülbelül. 30. 30, 30. Jubilálunk. Jubilálunk. Ja. A boldog békeidők a Budapesti Városvédelmi Egyesület közlekedési csoportjánál, ugyebár az Ötvös utca 8-ba. No, hát akkor csapjunk bele. Tehát a régi szép idők, ott tartottunk, és mivel neveket mondtunk, ezért itt volt egy vágás. Volt egy vágás, az, amiről nem beszélünk, már nyilvánosan, mert hogy az illető sok ember nem járult hozzá, hogy itt kitárgyaljuk őket, ezért nem tesszük. Amit viszont ki szeretnénk tárgyalni a mai nap, de nem fogjuk, azt úgy nevezik, hogy vasúti menetrend. Hát ez egy 2016-17-es menetrend, ez csak demonstrációs célra hoztam föl, hiszen manapság most már egy jó 5-6 éve nem nyomnak menetrendkönyveket. Könyvünk illusztráció. Ellenben ugye november 21-e van, mint mondtam, és december 15-én életbe lépne az új vasúti menetrend, és életbe is fog lépni, csak éppen azt nem veszik figyelembe, hogy szeretnénk, hogyha ezt mondjuk 30 nappal előre meghirdetnék, ahogy ez elő van írva. Ha még elő van írva, mert ebben sem vagyok biztos ám, lehet, hogy a nézők között egy-két ember van, aki közelebb van a tűzhöz, és esetleg elmondja nekünk, hogy gyerekek, hát azóta már ezt megváltoztatták. Most már elég 24 órára előre megmondani, hogy jár a vonat. Nem tudom, hogy hol volt ez előírva, milyen jogszabályban, de... De volt, és ragaszkodtak hozzá mindig, ezt tudom, hogy ott lihegtek, hogy november. Ben, meglegyen így. Mert 21-én nem tudunk, nagyon szerettünk volna Ricsivel, Rikárival a menetrendről kommunikálni, beszélni, kicsit kielemezni, hogy mit rejteget a 24-25-ös menetrend, amit igazából nem mondanék 24-esnek arra két hétre, tehát az inkább a 25-ös menetrend, de nem tudjuk, mert nem jelent meg, és Hegyi Zsolt már vezérigazgató ugye azt nyilatkozta erről a menetrend kérdésre, hogy mindenki nyugodjon meg, mindenki higadjon a ba, mert a menetrend nem fog érdemben változni, ezt olvastad, gondolom. Igen. Hogy ugyanazok a vonatok fognak közlekedni, amik eddig, sőt, még kicsit több vonat is lesz itt, ott, ezt nem részletezte, hogy hol, és ugye kitért a HÉV menetrendre is, hogy a HÉV menetrend sem fog változni, és akkor rögtön fel is tudjuk fűzni a következő témánkat, mert ugye a HÉV menetrend miért is változott volna? Ugye belengedték ugye a hírt, és borzolták a kedélyeket a sajtóba, meg az idegeinket, meg konkrétan a kamerá exponálom, amilyen bizsergett az ujjam, hogy ugye ritkítják majd megint a HÉV menetrendeket, mert ugye 4 motorvonat kiesik a rendszerből. Ezt ugye Hegyi Zsolt nem mondta el, hogy ezek az M9-ák, de mi tudjuk, meg ti is, akik képbe vagytok, tudjátok, hogy ugye 7 darab 9-ák kisegység futott még tavaly év elején talán, de már lehet akkor sem volt meg mind a 7, már nem futottak. Idén már csak 4 fut, tehát 3 az véglegesen le van állítva, és úgy iratkozott a MÁV vezér, hogy amikor ezek elérték a 60. életévüket, tehát ez nagyjából most 2025 folyamán lesz, mert ezek 65-ös gyártásúak, ugye nem titok, hogy ez a széria vége, tehát 841, 849, 850 és 854,
ezeket gyártották ugye az utolsók között, ezek 65-ös gyártások, ezek ugye most fogják elérni a 60. életévüket, és azt mondta, volt elérjük a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt nekik jár. Mert nekünk nem. Igen. Nekünk nem, de ebbe bele sem menjünk. Azt nyilatkozta a MÁV vezér, hogy ha betöltötte a jármű a 60. életévét, akkor komoly kockázatot jelent, mert bizonyos alkatrészek már nem tudjuk, hogy viselkednek. Értitek? És 59 évesen, 350 tudjuk. Naposan még pontosan tudjuk, hogy mire számítjunk, és nyugodtan szállíthat utast. Ám, de mikor kigyúlnak a fények a szülinapi tortán, és azt mondjuk, de nem gyúlnak ki. Nem gyúlnak ki, de hogy 60 éves lettél, drága 848, akkor abban a pillanatban kocsiszín, ajtó, lehegesz, kész, es. De én nem értem, tehát... Hagynak meg belőle egyébként? Vagy hát ott van a 801-802, és akkor... Ugye 801-802 ott van a múzeumban, de hát a szétrohadt konkrétan, mert az a múzeum, én fölmerem vállalni a véleményemet, hogy az a Szentendrei Múzeum az egy jármű rohasztó hely. Minden, ami nincs benne a csarnokban, az konkrétan ott rohad évtizedek óta, semmi pénz nincs rá, hogy költsenek. Ugye az aktív nosztalgia flotta, és itt különösen a villamosok és a buszokra, meg a trolikra gondolunk, az a kocsiszínekben, a garázsokban jó helyen van. Ellenben az, ami nem aktív, tehát inaktív, Szentendrén van statikus kiállítási tárgyként, annak egy jelentős része az udvaron rohad, és ilyen a 80102 is, amelyben vázig lejött már. Tehát konkrétan a gyártáskori vázát lehet látni a járműnek, olyan szinten leperget róla már a gitréteg, a festék, minden, és nem gondolnám. Viszont az még utastérben... Nincs ott állat, meg óvás. Hát biztos lenne. Ha lenne miből. Uh-huh. Csak hát a egy darab BKV vonal egy árából nem lehet a múzeumot fönntartani, tehát ez teljesen nyilván. De a legtöbb múzeumot azt nem a belépő egy árából tartják fönn, tehát a... De én úgy gondolom, hogy örülnek, hogy a közlekedést fönntartják, tehát ez... Meg hogy van egy nagyon szép villamos nosztalgia flottánk, az buszból is akad, troli az már egyszerűbb, de van, és azok azért rendszeresen üzemelnek ugye, mondjuk úgy áprilistól októberig, ha jól tudom. Arra mondjuk büszkék lehetünk. És arra büszkék is lehetünk, bár én, ha már itt tartunk, én nagyon hiányolom azt, hogy lenne nálunk is egy olyan nosztalgia vonal, mint mondjuk Prágában a 23-as, ahol a múzeum adja ki a járműveket, bármilyet, tehát nincs most megszabva, hogy ott T2-esnek kell menni, T3-asnak kell menni, minek kell menni. Az a lényeg, hogy ott múzeumi járművek közlekednek, de rendes közforgalomba. Tehát menetrend szerint előre váltott jeggyel, ugyanúgy, mint hogyha most azt mondanánk, hogy most mondok valamit, a 62-es villamoson csak régi villamosok járnak mostantól. Az egy más kérdés, hogy az ilyen vonalakat ugye úgy kell megcsinálni, hogy lefedjék egyéb vonalak is, hogy ugye az alacsony padlószolgáltatás, az esélyegyenlőség az ugye meg tudjon valósulni, tehát nem lehet az, hogy van olyan önálló szakasz, ahol csak régi villamosok járnak, de Prágában ezt remekül megoldották, ott a hálózat is olyan, hogy egész egyszerűen 23-ast olyan útvonalra fűzték föl, ahol mindenhol tudsz az útvonalán bármilyen más, nyilván átszállással, de bármilyen más villamosokkal közlekedni, és ezt nálunk is azért meg lehetne csinálni, és akkor azt lehetne mondani, hogy lenne egy olyan viszonylatunk, ami az év 360 napján, nyilván van egy-két nap, amikor nem, de üzemel, rendes vonaljeggyel, és akkor folyamatosan mennek a nosztalgiák. Én hiszem azt, hogy ennek van vonzereje, ugyanis ilyenkor nincs tömeg. Milánóban is úgy van, hogy mennek a 30-as években készültek a Péter Vitt kocsik, igen, tehát, de ott nem csak egy vonalon, uh-huh. ott több vonalon. Hát nem tudom, én azt mondom, a belvárosban láttam, nem figyeltem. Én úgy tudom, hogy ott nem egy vonal van, amin ezek mennek, de nem voltam mostanában Milánóban. Viszont ennek az a nagy vonzereje, hogy amíg most ugye megvan hirdetve hétvégenként, hogy most megy az N2-es délután, meg az N18-as vasárnap, meg így, meg úgy, 4-5 köröket, iszonyat tömeg van rajta. Tehát azért a kisgyerekes anyukáktól kezdve a villamos barátokon át, a turistákon át, mindenki ott nyomorog, és ez minden csak nem élmény. Ha ugye ez rendszeresebb lenne, akár csak azt mondanám, hogy hétvégén legyen akkor. Tehát, hogy, de akkor minden hétvégén. Akkor eloszlana az érdeklődnek az áradatás, hogy föl lehetne férni, le lehetne ülni, ha leülsz, akkor nem valakinek a kabátját szagolgatnád 5 centiről. Uh-huh. Azért az egész más feeling Prágában, én azt azért szeretem. De visszatérve a hévekhez, mert ugye innen... Kicsit elkanyarodtunk. Kicsit elkanyarodtunk, de ezért jó a kötetlen beszélgetés, mert hiszen ez most egy bumlipótló kötetlen beszélgetés. Ugye leállítják ezt a 4 vonatot, és most igen komolyan megint felmerült az, amiről talán pont egy éve a Bumliba, Bencével beszélgettünk, hogy mi lenne a Hannoverik mennének a Csepeli évre. És
Most ez olyan szinten, hogy Vitézi Dávid ezt a főváros elé terjesztette ezt a javaslatot. És a BKK-val vizsgálták, és én próbáltam érdeklődni, de hát ugye tudják, hogy vlogolok, és nem nagyon... Jó, hogy azért nem mondtak semmit, mert... Hát nem tudom... Nem ez olyan jó, nem? Tehát, hogy így, ha valaki érdeklődik, és így tájékoztatást szeretne róla adni mondjuk embereknek, akkor azt ne tedd meg. Nem is az a lényeg, hanem hogy akkor azt vitattuk, hogy ugye több verzió van. Lehet azt csinálni, hogy hévüzem marad, de, és mint jármű, hannoveri villamos jár hévként, vagy lehet azt csinálni, hogy elfelejtjük a hévüzemet, és hannoveri villamos villamosként jár a Csepeli éven. Én ezt a verziót támogattam volna egy kicsit jobban, mert ugye kisebb a kapacitás. Ha hévként jár, akkor maradnak a térközök, marad a térközös követési rendszer, és rengeteg minden, ami hévet lassítja. Ha viszont villamosként jár, kell, akkor ugye látra tudna menni, és akkor sokkal sűrűbben lehet közlekedni, és akkor a kapacitás jobban megközelíthetni. Hát a bízbert azt le lehet kapcsolni, vagy... Le lehet kapcsolni a bízbert, de a hévüzem marad. Érvényteleníteni a jelzőket, igen, és akkor a csak a váltók maradnak. Ha hévüzem marad, akkor viszont nem. A hévüzem az vasútüzem. Hát akkor nem. Az egy alapvető különbség. Persze, persze. Ha a hévüzem marad, akkor a térközös rendszernek, a jelzőknek mindenhol világítani kell, működni kell. A fénysorompóknak, ugye a villamosos rendszernek lenne egy olyan hozománya, hogy sűrűbben lehetne járni, nyilván kisebb egységekkel, de sokkal sűrűbben, akár 2 percenként is megérne. Hiszen a nagykörút, ugye azért ne felejtsük el, hogy a nagykörúti villamosok 2 percenként járnak 54 méteres kombinó villamosokkal, és ettől nem halt meg a város, sőt ettől mozog. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy egy csatolt hannoveri szerelvény 2 percenként ne járhat Nagycsepeli éven. Most mondtam egy ilyen hasraütést, ezt tavaly számolgattuk, hogy hogy lenne elég a kapacitás, ebben most ne is menjünk bele. Viszont a fénysorompókat is le lehetne szerelni, ami Csepelnek nagy rákfenéje, ugye? Igen. Ugye a Szent Imre térnél, meg a végállomás előtt is, ami különösen a csúcsidőszakokban nagyon betesz a forgalomnak, mert akkor a villamos átmegy a szabad jelzésen a volt fényjelzőn. De ezért is kaptuk már az ívet, hogy ne okoskodjunk, meg ne szóljunk ebbe bele, meg nem értünk hozzá. Én nem gondolnám, hogy nem értünk hozzá, én inkább azt gondolnám, hogy itt érdekek ütköznek. Tehát azt látni kell, hogy akik a hév mellett kardoskodnak, azok a saját kis teritoriumokat védik, hogy az hévüzem maradjon minden áron, ha minden racionális érve ellene szól, akik meg a villamos üzem mellett foglalnak állást, azok meg ezzel ellentétesen helyezkednek, és próbálnak egy kicsit kielugaszkodni az elmúlt 50-60, mióta van 51 óta jár a Csepeli hév, ugye? 51 vagy 52, tehát akkor mondhatjuk nyugodt, az elmúlt 70 évtől megpróbálnak ugye elugaszkodni, és próbálják azt mondani, hogy mi az, amit lehetne ezzel kezdeni. Igen, de már rugaszkodjunk, mert most azért az utóbbi időben, utóbbi kb. Egy hétben a különböző ilyen szakmai, illetve civil szervezetek különböző ötleteket dobtak be. Ugye van ez az ötlet, hogy a Csepeli, ugye a legkézenfekvőbb. Van az az ötlet, amit a Veke bedobott, hogy ők a Ráckaveit szednék ketté, és a belső szakasz villamos. Igen, de azt is hogy, de azt várjál, nézzük, nem biztos, hogy látták. Azért azt, azért én is csak nemrég láttam, azért mondtam. Tehát és van a Magyar Közlekedési Klub, ők pedig egyértelműen a nagyvasúti jellegű üzem mellett kardoskodnak, ha jól láttam. Hát ez lenne a legköltségesebb, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha teljesen nagyvasúti üzemet akarunk nagyvasúti járművekkel, akkor ott azért rengeteg mindent, íveket és egyéb dolgokat kell korrigálni, mert azért én elhiszem, hogy logikailag úgy állna meg, hogy van egy Schnellbahn hálózat, nevezzük annak, ami most a nagyvasúton az S jelű személyvonatok, meg a Z jelű zónázók, meg a G jelű gyorsítottak, és akkor ebbe bele lehetne venni a hévet, hiszen ugyanazt a célt szolgálja, csak eddig ezt hévnek neveztük, és akkor nevezzük most ezt nagyvasútnak, csak a hév az olyan műszaki paraméterekkel bír jelenleg, hogy lefele butítani villamosnak még mindig lényegesen olcsóbb lenne, mint felfejleszteni teljesen nagyvasútnak. Mert ha pénzed van, akkor mindent meg tudsz csinálni. Na persze, de muszáj mindent így ebbe a két kategóriába besorolni. Tehát azért sokat látunk a nagyvilágban, ahol akár ahogy nálunk a hév, ilyen átmenetet képző vonalak. Például ahol a hanoveriek jártak, az egy Stadtbahn hálózat hát volt, és volt annak ilyen metrószerű része, volt igen, annak ilyen hévszerű, meg volt villamosszerű része is. Vagy például ott van Bécsben a Lokálbahn, ami ugye három feszültségszintről megy, a villamos hálózatról kiindulva egészen Bádenig, tudom. Igen, és ott annak is van ugye térközös része, van
városi része, tehát hogy muszáj ezekbe a kategóriákba így ilyen szinten belemenni? Tehát, hogy nem lehet azt meghagyni, hogy akkor marad ez valamilyen más üzem, egy kicsit racionalizálni, hogy ne legyen ennyire mindentől eltérő a feszültség, mert akkor nehéz rá járművet beszerezni, stb. Tehát, hogy... De ugye a hív eleve egy átmenetet képez, és nyugodtan majd kommentbe leírjátok, belém lehet kötni. Én szerintem a hív átmenetet képez a villamos és a nagyvasút között. Tehát egyesít dolgokat, amik a villamosnál vannak, és a nagyvasútnál vannak, egyfajta olyan átmenet, hogy már vasút, de még nem úgy szoktuk beszélni, hogy a csúcsú vasút, mert valamilyen szinten nyilván már vasút, de mégsem az az igazi nagy vasút. Legtöbb dologban hasonlít a nagy vasúthoz, de nagyon sok mindenben a villamoshoz is hasonlít. Tehát a hév eleve átmenetet képez. Na, de ha megnézzük a történelmét a hévnek, például megnézed a budafoki vonalcsoportot, igen. Ami inkább a villamoshoz átközel. Viszont át is adták a villamosnak az első adatot. Vagy ha megnézed a gödöllői hálózatot, aminek volt a Rákosszent Mihályi ága, ami megint csak inkább villamosra hajazott, átközel, igen. De volt közös szakasza, tehát hogy nem biztos, hogy ilyen kategórikus kategóriában gondolkozunk. Nem, de hogyha nem kategóriában gondolkozunk, akkor te mit mondasz, hogy butítsuk, fejlesszük, tehát hogy hogyan csináljuk azt, hogy passzoljon mindenhova, tehát mely szakaszokon butítsuk, hol fejlesszük, ugye abból kell kiindulni, minél kevesebb pénzből. Én olyan szempontból, tehát előbb-utóbb úgy is fejleszteni kell, tehát arra súlyos 100 milliárdokat kell költeni előbb-utóbb. Én annak a híve lennék, hogy nyugodtan megmaradhat az átmeneti állapot, csak az ne olyanba nyilvánuljon meg, mint például az áramellátás, hogy 1000 voltos egyenáramú járművet gyakorlatilag alig lehet beszerezni a piacról. Persze legyártják jó pénzért a járműgyártók, jó üzlet az nekik, csak nem biztos, hogy ez hosszú távon... Egyrészt nagyon drága, másrészt, hogy ugye pont ezért vagyunk bajban a használt járművekkel, mert nem tudunk leakasztani 1000 voltos vagy 1100 voltos használt járműveket, egyenáramú járműveket most, holnaptól, amik kellene kéne. Ha villamos jármű kéne, az se egyszerű, azért Budapesten sem olyan egyszerű használt villamos beszerezni, de 600-650 volt feszültség szinten azért el lehet kavérnyálni a világon, és az előbb-utóbb csúra cseppen valami. Nem biztos, hogy egységes lesz a járműparkod, de ez is nagyon érdekes, hogy a busznál például ez nem okozott problémát az elmúlt 15 évben, hogy nem egységes a járműpark. Most, ha valamelyik néző meg tudja mondani, hogy pontosan jelenleg hány fajta autóbusz közlekedik Budapesten, a kék színben, tehát ami biztos a városi szolgált. Néző, aki meg tudja. A volán, most ne is vegyük bele, tehát amit a volán szolgáltat, azt most nyugodtan vegyük is ki. Csak az, ami a városi, tehát jó, a volán kéket is szolgáltat, az benne van, ugye a kijáró buszok, de alapvetően a kék buszok hányféle típusban léteznek most? Hát ember meg nem mondja. És akkor, és valamiből 3 darab van, meg 2, meg ilyenek, te is tudod. Jó, de ez egyébként üzemeltetés szempontjából nem egy gazdaságos dolog, tehát ez egy kényszer megoldás. Nem azt mondtam, hogy nem az. Csak hogyha lehet venni egy busztípusból 3-at, vagy 5-öt, mert éppen kell, akkor villamosból nagyban azt mondjuk, hogy ebből csak 20 van, azt nem vesszük meg. Érted, mit mondok? Ja, persze. Tehát ilyen kifogásokat én rengetegszer hallottam, hogy ezt azért nem vesszük meg, mert ebből kevés van, mert ebből nincs annyi, ebből nem lehet flottát építeni. Hát a busznál ez nem számított, a villamosnál valamiért ez jobban számít. Én azt gondolom, hogy a villamos egy kicsit komplexebb jármű, de azért a pénz az mindig mindennek a motiváló rugója, szolgáltatni meg kéne. És a hírnél is pontosan ugyanez a baj, hogyha lenne egy csiliárd összegünk, akkor nem azon kéne gondolkodni, hogy hogyan oldjuk meg Hannoverikkel a forgalmat, hanem akkor azt mondanánk, hogy mindenféle felárért, mint ahogy annól csinálták, hogy kivesszük a gyártósorról, nem tudom, ki elől a járműveket, és már is jöhetnek ide másfélszeres árért. Igen. De ha már itt tartunk egyébként, egy kis kikanyarodás, aztán majd eltérés, de már beszélgetünk. Akartam veled erről beszélni, hogy jönnek az új kaffillamosok. Ugye most már elkezdték őket szállítani, ezt nyilván ti is tudjátok. Ezek a kaffillamosok, ezek az eredeti opció részei. Ezt te jól mondom, ugye? Igen. Szólj közben nyugodtan. Igen. Mindig ezt hangoztatja a Dávid, hogy 2014-es áron. 14-es áron jönnek a kaffillamosok. Na most, 2024 van, és nagyon sok minden történt a járműpiacon az elmúlt 10 évben. Te, ha gyártó lennél, ha te lennél a kaff,
és neked 2014-es áron kéne szállítani Budapestnek villamosokat, mert kötelez rá egy szerződés. Lehet, hogy a ködbér jobban megérni. Akkor hát te összetörnéd magad, hogy azok marha a legjobb anyagokból legyenek megcsinálva? Összetörnéd magad, hogy kurva gyorsan leszállítsd őket? Összetörnéd magad a minőségért? Hát azért én azt mondom nektek, biztos nem így van, de kicsit kisarkítom direkt, csak pont azért, hogy érthető legyen, hogy én azt gondolom erről, hogy szerintem a KAF-nak ez azért nem akkora üzletám. Hát valószínű. Hogy 2024-ben 14-es... Hát vagy 14-ben úgy volt árazva, hogy be volt árazva, hogy ez 24-ig lehívható az opció. Hát de nem eredetleg, nem 10 év volt, ezt hosszabbították én utána. Ja, az az mondjuk igaz. Hosszabb, valamikor ez hosszabbítva volt, lejárt volna ez már. Ja igen, kb. Egy-két évet valamennyit hosszabbítva lett, igen. Szóval, hogy lehet, hogy akkor... Szerintem ez bele volt árazva. De egy biztos, hogy amikor a vasúti járművekért sorbálás van, akkor biztos hatalmas biznisz valakinek 10 éves áron, 10 éve korábbi áron gyártani villamost. Hát az attól függ, hogy mennyi a ködbér, mert lehet, hogy ha alacsony lenne a ködbér, akkor azt mondják, hogy szevasztok gyerekek, felmondtuk a szerződést. És kifizetjük a ködbért, mert azzal kevesebbet bukunk. Így van. Jelenleg az a tendencia, hogy most mindenhol plusz járműbeszerzés, járműcsere, tényleg a kötött pálya az azért Európában elég reneszánszát éli. Nálunk ez mondjuk kicsit kevésbé érhető tetten, valamilyen szinten igen, de azért azt gondolom, hogy azért attól nem kell hasra esni, és most nem a rossz indulat beszél belőlem, hanem az, hogy most így 30 év után veszünk új villamosokat, még egy kicsit többet, mint amennyi eddig jött. Tehát azért, ha megnézitek a 80-as években, amikor egy olyan lerottyant járműparkot örökölt a BKV a 70-es évek végén, amiben két tengelyes légfékes villamosok hada, hát még forgalomban, még favázasok is voltak tán, sőt voltak. Hát a 80-as években már nem azok. A 70-es években viszont még igen. 70-es évek közepe, vége felé. Ott a vége felé pusztultak ki. A favázasokat. De azért, hogy ezt a járműparkot örökölte meg, és akkor egyszer csak jött 322 darab Tátra villamos, és mindent megváltoztatott pillanatok alatt hirtelen, homogén lett, és 84-ből megjött az utolsó Tátra kontingens. Három típus gyakorlatilag. Jó, ha nem nézzük az UV-pontok, hogy az... Jó, az de igen, az... de onnantól ez a 84-ben megjött az utolsó Tátra, a 43-49, 84. szeptember 1-től állították a légfékeseket. Kész, vége volt. Igen. 41-esen elbúcsúztak augusztus 31-én, és kidobták az összeset egy az egybe. Ezt 30 éve az átkosban, 30 fenét, most már 40, 40 éve. Mondok itt hülyeséget. Tehát ez majd nagyon telik az idő, tehát hogy nekem is fájó pont ez, de telik. 40 éve az átkosban ezt meg lehetett csinálni. Ugye Bartos Cséh István is pont 10 évet szokott tévedni. Igen. Úgy az, hogy a Európa legnagyobb alkoholistája egy szerepel a YouTube-on, de... Hát ezt a megtisztelő címet, amennyit én alkoholt fogyasztok, szerintem nem fogom elérni ebben. Hát igen, ezt Andrissal nehéz lenne ezt elképzelni. Rólam viszonylag nehéz. Szóval, hogy most, hogy jönnek ezek a kafok, én azt gondolom, hogy itt azért nem váltottuk meg a világot. Ugye a KAF rengeteg helyen nem tud elmenni, nem fér el, vagy a tengelynyomása nem jó, mint a Szabi hídon. Hát igen, de nekünk a hálózatunk alapból olyan, tehát annól, amikor a Tátrák jöttek, akkor is át kellett vonalakat építeni. Akkor meg, igen, akkor meg az volt a gond, hogy azért a 41-esen kezdtek a Tátrák, mert ott volt a hév múlt miatt nagyvasúti űrszelvény, és a 41-esen rögtön be lehetett dobni őket a mélyvízbe, ott elfértem. Ez egy más kérdés, hogy kettő kocsi kellett összesen a vonalra, akkoriban a 20 perc. De a Fehérvári úton is elfértek. Igen, de a 41-es csak a vizéig járt, akkor a kocsi színig. Ja, akkor csak a kocsi színig. Így van, de hát azért mondom, hogy akkor ott fordult a Deltába, mindegy, messzire vezet. A lényeg, hogy én azt gondolom, hogy azért nem szabad megállni, és remélem, hogy majd ez folytatódik, mert most azért buszt elég sokat szereztek be. Troli állományt a szinte egy az egybe le is cserélik szép lassan. Azért a villamos az sokkal értelme. Hát várjál, az most megállt, tehát... Hát jönnek még majd. De arra még nincs valami feltételes közbeszerzést írtak ki, tehát megjött az a 48 az opció, azt és vége. Azt tudom, hogy az megjött, de ott a troliban nekem revesgették, hogy azért ez itt nem lesz vége ennek a történetnek. Hogy mennek... Hát jó, de forrás meg mikor lesz valami... Valahogy buszra meg trolira, mivel olcsóbb, és ugyanúgy lehet vele villogni, mindig előbb van forrás. Tehát a villamos az ugye drága. A pénzt a politikusok adják, és a politikusok úgy értelmezik, szerintem, hogy jármű. Uh-huh. Ha ki lehet állni egy busz mellé ötödáron villogni, meg mosolyogni,
és abból a pénzből 5 buszt vesz, tehát hogyha lenne 2 villamos, abból 10 busz elé kiállhat, akkor 10 busz elé fog kiállni. Igen. Ez ilyen sajnos, ez már rég nem szakmai, ne is menjünk ebbe bele, mert ez messzire vezet. A fővárosnak, és általában bármelyik városnak is nagyon ritkán van arra saját pénze, hogy ezt csak és kizárólag abból a forrásból finanszírozzák. Tudna venni 2-t. Most mondtam egy csúnya számot, vagy lehet, hogy 5-öt is, de az nem flotta, tehát itt 10-es, 20-as, 30-as nagyságrendekbe kell gondolkodni, és ugye az a probléma, amit mindig mindenki emleget, a MÁV, a HÉV és ide kapcsán, hogy az nem úgy megy, hogy most kapunk rá forrást, és akkor attól lesz gyártókapacitás nekünk, és akkor jön a villamos. Persze. Ha most kerül rá forrás, és itt a pénz, és megkötjük a keretszerződést, akkor 4-5 év, és akkor lesz belőle jármű. És ugye ez a fő probléma a HÉV-nél, és akkor itt vissza is kanyarodhatunk. Még több, mert ott még tervezni is kell előtte. Hogy ott, de nem, azt hiszem, az 5 évben az is benne van talán, mert... Nem, mert egy olyat, amit le lehet akasztani a polcról, tehát már olyan értelemben, hogy létezik a típus, csak gyártani kell, hogy az lehet, hogy kevesebb, mint 5 év. Hát az kevesebb, mint 5 év. Szerintem 5 évben már a tervezés benne van. Ezt nyugodtan írjátok oda, hogy szerintetek 5 évben belefér a tervezés, mert Hegyi Zsolt MÁV vezér is azt mondja, hogy 5 évben belefér a tervezés. Biztos nem járunk. De tényleg egyébként miért kell nekünk tervezni a MÁV-ra? Tehát azért... A HÉV-re mondja. Ja, a HÉV-re. Hát ugye most ő már a HÉV-re is felel, tehát ő most de, már... De a MÁV-ra is azt mondják, hogy 4-5 év, mire új jármű jön. Vagy az a gyártói kapacitás hiány miatt? Hát az a gyártói kapacitás hiány miatt. Tehát de akkor de közben tervezni lehet. Tehát én azt látom, hogy attól még nem lesz rövidebb az átfutás, hogy tervezni kell a járművet. Mert mire gyártósorra kerül, addig egy másik osztály meg tudja tervezni. És akkor majd a szabad gyártósoron azt már legyártják, érted? Hogy a HÉV ügyben azt nyilatkozta a MÁV vezér, aki most jelenleg a Hegyi Zsolt, mert ez az adás fent lesz ugye évtizedekig, tehát Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgató, azt nyilatkozta, hogy most ezt meg fogják oldani, mert ő nagyon határozottnak tűnt egyébként, de szimpatikus volt. Azt mondja, rengeteg olyan szerelmény volt, ami leállított fővizsgával várta azt, hogy egyszer sor kerülje rá, és azt mondta, hogy ehhez a pénzt és az alkatrész ellátás ügyében ő intézkedett. Ezt nagyon jól hangzik, tényleg. Ez egy karakán kiállás, egy a kell, csak én arra vagyok kíváncsi. Hát csak úgy intézkedett, mint ahogy Lázár szokott, hogy utasítottam a MÁV vezérigazgatóját, ez nem intézkedik. Utasítottam a gyártókat, hogy jöjjön a kerék. Senki nem kiállok a megállóba, utasítom a buszvezetőt, hogy jöjjön a busz, és akkor se fog jönni, akkor fog jönni, amikor ott az ideje, vagy amikor odaér. Szóval erre lennék nagyon kíváncsi, hogy az, hogy intézkedett, mert ugye eddig az volt a probléma, és az volt az egyik fő ok a HÉV-ek, hát hogy mondjam, csak eléggé erdje állapotára, hogy ugye a háború miatt, ezt egyébként a Zsolt is elmondta az interjúban, hogy ugye rengeteg dolog jött az orosz piacról, különösen ezek a vasúti kerekek, tengelyek, ilyesmik, és ugye ezek most hát nem jönnek, Európában meg hát kapacitás hiány van, gyártói kapacitás hiány van, meg drágább is. És most arra vagyok kíváncsi, hogy ő azt mondta, hogy most akkor intézkedett az alkatrész ellátás szempontjából, hogy ő ezt intézi. Ez azt jelenti, hogy kiment Putyinhoz, és azt mondta, hogy már pedig ide az embargó elére jönnek a tengelyek, vagy ez most hogy lesz? Tehát nem, én azt nem látom. Milyen, ha Putyinnal bizniszel, akkor azt meg fogják írni az ellenzék is. Hát, ha rájönnek. Igen. Ha rájönnek. Vagy egyszer csak itt lesznek a HÉV-tengelyek, és rá lesz írva, hogy Made in Poland, de nem onnan jön. Hát az is lehet, meg az is, meg azt is olvasni fogjuk az ellenzéki sajtóban, hogyha intézkedett, és most hirtelen kerül alkatrész, maximum felárral, mert... Igen, mert akkor gyorsasági felárral, ugye. Jogos a kérdés, hogy eddig miért nem volt. Na tehát arról szól a történet, hogy most 4 leállított M10, M10A, teljesen mindent, tehát amiknek futnia kellett volna eddig is, és futott volna, ha nem jár le a fővizsgája, mint ahogy a MÁV személyvagonok ugye Baktalóránházán, Hevesen és Békés Csabán és számtalan helyen az országban, fizikailag megvannak, csak nem tudnak futni. És ugye Egy Zsolt azt mondta, hogy a intézés, az elsőt már meg is kezdték a Szentendrei főműhelybe, és ezt úgy ütemezik, hogy ahogy betöltik a HÉV-ek a születésnapjukat az M9-ák, és a 60. születésnapjukon azonnal le kell őket állítani, keményen, abban a pillanatban hirtelen ott terem egy felújított M10-á, és becsattog a helyére egyfajta fanfárok között, és akkor megvan váltva az ágazat. Ez nagyon jó hangzik, csak
mi egy kicsit szkeptikusak vagyunk ebben a kérdésben, több szempontból is. Ugye egyik, hogy ezt miért most kellett meglépni, tehát ezt az előző MÁV vezér az nem volt alkalmas a posztjára, vagy a Hegyi Zsolt csodákat tud tenni, vagy olyan kapcsolatai vannak, ami senkinek nem volt eddig, hogy most ezt tudja intézni. A másik, ami engem nagyon elgondolkoztat, hogy ugye itt van ez a HÉV járműállomány a leállított járművekkel együtt. Ez a járműállomány a 90-es évek végén, 2000-es években szükséges volt ahhoz, hogy az akkori kapacitást kiadjuk. Most ebből a járműállományból kiesett 7 darab 9A, és most már csak 4... Idén januárban volt járatritkítás, ne felejtsük el. Ezt akartam mindjárt mondani. Kiesett, de addig is ment, elketyegett valahogy a rendszer, és már akkor se járt az 3 darab 9A, mert azok már tavaly ősszel se jártak. Hogy van az, hogy ez a szerelvény mennyiség, ez elég egy olyan menetrendhez, ami a 2000-es évek elején volt, és elég a mostanihoz is. Tehát, hogy nekem ez valahogy nem klappol össze most, hogy azért itt történtek sűrítések, történtek ritkítások, de azért alapvetően azt mondom, hogy azért az a 7-9A kellett a mindennapi kiadáshoz. Tehát azért mégiscsak lehet valami olyan ritkítás, amit nem publikálnak, ahhoz, hogy most 7-9-ával kevesebb járművel is megadjuk azt a szolgáltatást, ami van. De itt van igaz a Ricsinek, hogy januárban, 2021 januárban volt egy ritkítás, és a Hegyi Zsolt csak azt ígérte meg, hogy az marad, ami idén volt. Tehát nem kapjuk vissza például Ráckevére egy órával korábban, ahogy volt a negyedórás követést, meg reggel a korábbi negyedórás követést. Meg a Szentendrein is ugye. Meg a Szentendrein is. Levették fél órára a csúcsot, meg azt hiszem egy nagyon picit bele is ritkítottak. Na, ezeket nem kapjuk vissza. 5 perces volt, és most nem fix 5 perces, hanem 5-6. Most annak kell örülni, hogy az megmaradt, hogy a ritkított megmaradt. Tehát azért, igen. Azért, amikor azt mondom, hogy a politikusok megérik a pénziket, az azért tényleg ott van, mert ők azt gondolják, hogy elfelejtette az ember, hogy igazából ez egy ritkított menetrend, amit ő most itt nagy csinadrattával biztosít. Hát köszönjük szépen! Hát tényleg! És az milyen csöndben állt, mert talán csak a Bumbliban volt róla szó. Igen. Hogy szép csöndben, hogy elkumultották. Az egy más kérdés, hogy reggel a Ráckai hévre nem lehet fölférni, és délután a diákvonatok is nagyon neccesek, mert ugye 13 óra 35-től 4 órás volt, 13.50, 14 óra 5, 14 óra 20 és 14.35. Most pedig 13 óra 35, 13 óra 55, 14, 15, 14, 35, és utána lesz 4 órás. Gyakorlatilag egy órával kezdve. Egy órával megkormantottak a délutáni csúcsból, a reggeliből is, különben, csak ott nem egy órát, ott teszem csak felett. Ott van egy teljes kisegységforduló, amit kivettek. És a legkevesebbet mozgó kisegységet, de kivették. És ugye ezt mondtuk tavaly is a Bumbli, hogy amikor a párhuzamos vasutat építik, a közutak terheltek, akkor ez a legjobb döntés volt, hogy egy olyan helyről vették ki, és ritkították érdemben a menetrendet, ahol nincs párhuzamos alternatíva. Jó, de ebből egyébként az látszik, hogy nincs agglomerációs közlekedés szervezés. Tehát, nincs, mert nincs. Aki ezt csinálta volna, annak kötöttek egy ilyen szép nagy útilaput a hátára, bár önmagától állt föl, de előbb-utóbb úgyis kirúgták volna. Tehát most ezt lehet mondani, hogy a Dávid magától mondott föl, de abban a politikai környezetben neki ott mennie kellett. Jó, hát ez igazából a szempontunkból részletkérdés. Részletkérdés, de kötöttek egy útilaput a háttér, és azt mondták, hogy viszontlátás. És azóta nincs probléma, ilyen. Probléma, hogy ugye nincs egy egységesen kezelt agglomerációs közlekedés. Előtte sem volt. Előtte sem volt. Ő volt az első, aki ezt úgy kezelte, hogy igen. A Budapest és az agglomeráció az egybe van. Tehát az egy kupac, és nem lehet azt mondani, hogy a város határán nem áll meg a jármű. Hát nem áll meg a jármű, megy tovább, és viszi ki az utast, és hozza vissza. De látszik, hogy ugye a döntéshozó, ugye a minisztérium, az projektekben gondolkozik, és nem gondolkozik közlekedés szervezésben. Mert a minisztériumban politikusok ülnek. De nem politikusok, teli van szakember, illetve most már nincs teli szakember. Hát mondani, az már elmúlt. Volt egy... Szerintetek a minisztériumok még tele vannak szakemberekkel? Boldog békeidőről teli voltak szakemberekkel, de... De akkor máshogy is nézett ki a történet, igen. Azért nem volt ennyire végletekig kizsigerelve az egész. Tehát igen. Akkor azért ott voltak, hogy tudok ezt mondani, egészséges fékek a rendszerben, hogy igen. Gyerekek, ezt azért... Fékek és ellensúlyok. Igen, hogy gyerekek, ezt azért nem már. Na most ilyen már nincs. Tehát most már, ha azt mondaná holnap valaki a minisztériumban, hogy a Ráckai év holnaptól óránként jár csúcsba, akkor fölállna a párt. Jó, nyilván azért politikai következményei lennének, és most, hogy ilyen kijelezett a helyzet ez a fővárossal kapcsolatban, azért szerintem
meg hogy ilyen rosszul áll a kormánypárt. Én nem akarok, és nem, ne ez akarok a műsor, belemenni a nem politika, de én azt gondolom, hogy a kormánypártunk a főváros már elengedte. Az agglomeráció még az még talán, de magát a fővárost egészen biztos elengedte. A főváros elengedte önmagában, igen, de ez az agglomerációról szól. Tehát ha kirítkítod a tököli évet 60 percre, akkor pont az ő szavazóikat. Tehát most nem akarok ebbe belemenni. Tudom. Hanem az, hogy nem is az számít, hanem az, hogy botrány van. És hogy nem akkor ők... Akkor azt mondják, hogy és hogy nem ők vállalják ezt be? Mert nem a 60 percest, hanem eleve már azt, hogy az aglós járatokat szivatják, mert most erre én nem tudom. Nem direkt szivatják, hanem leszarják. Tehát... Hát a végeredmény szempontjából irreleváns, hogy ők direkt hülyék, jó, de hát pedig nem direkt hülyék, és a hévjáratritkítás is úgy volt, hogy elsúnyogjuk, és januárban elsúnyogták, mert nem lett belőle botrány. És nézd meg, két hétre rá, amikor a úgymond a karácsony akart, a BKK akart... Ja, igen! Akkor a pulykák. A pulykás, igen. A akkor meg óriási politikai botrány lett belőle. Tehát, hogy... De azt a kormány fújta föl, nem? Hát azt a vitézi fújta föl. Azt a vitézi fújta föl? Azt a vitézi fújta föl, kiment a, egyébként abba, én, hát, hogy mit hallottam, az mindegy, de azt hallottam, hogy amúgy a vitézi egyetértett vele, mert ugye az a hétfő-pénteki ritkítások voltak, hogy gyengébb a csúcs hétfő-pénteken, de mivel hogy ő akkor jelölt volt, kiment a Zugló vasútállomáshoz, ahol akármikor kimész csúcsidőben. Igen, mindig tömeg van. Mindig tömeg van, és ha bejön a vonat, akkor se férsz fel a buszra, hogyha, igen, nem volt egy, nem hogyha volt a buszok egy... nem férnek be a megállóba, mindegy. És, de egyébként tehát a Tököli útról tényleg sok busz lett kivéve. És, de a lényeg ennek az, hogy két vagy három héttel előtte a hévesből nem lett semmi, ebből meg lett politikai ügy. Tehát, hogy el akarták sunnyogni, és azt sikerült elsunnyogni. De mi az oka, hogy azt sikerült elsunnyogni? Hát mert nem csinált belőle senki ügyet, nem kapta fel a sajtó, nem vitte el senki olyan fórumra, ami... De van, miért nem? Ugyanúgy, tehát hogy mindig mindenki... Hát mi foglalkoztunk vele, ez... Nem. Ugye, mivel szokták mondani, minden politika fiam, ugye már a Csini Baba óta tudjuk, ugye mindig megvan az a érdekcsoport, akinek érdeke az, hogy ebből ügyet csináljon. Mással voltak elfoglalva, meg azért azt se felejtsük el, hogy azért a elég, tehát hogy akkor még, most tényleg nem akarok az aktuál politikába belemenni, de Magyar Péter előtt voltunk, és az akkori... MPE! Van az időszámítás előtt, a Krisztus előtt, és van az MPE! Azért az akkori ellenzéknek a kompetenciáival azért... Voltak gondok. Voltak, legalábbis azokkal kapcsolatban lennének kérdéseim. Illetve hát pontosabban nincsenek kérdéseim. Hogyha egészen pontosan akarok fogalmazni. Tehát szerintem ennyi. És Vitézi Dávid meg ismeri annyira a szakmát, meg a politikát, meg ez, hogy mint jelölt kiállt vele, hogy gyerekek itt ritkítják a buszjáratokat. De a hétben miért nem vele? Hát, ugyanaz a Vitézi Dávid, aki a... De ez egy jogos kérdés szerintem, vagy nyugodtan javítsatok ki, hanem... Ugyanaz a Vitézi Dávid, hát, aki bejárt a buszritkításba, a hétritkításba, mi az anyjáért nem állt bele? Hát, ha én erre most azt válaszolom, ami hirtelen eszembe jutott, akkor összeesküvés elméleteket gyártok, és bizonyos... Gyártsál! Bizonyos politikai... Hát ugye volt ez a botránya az LMP-ben, amikor a Csárdi kiállt, hogy az Ungár Péter egyeztetett a Rogánnal. Nem rémlik, ennyire nem követem. Ez mostanában volt egy-két hónapja, hogy ugye mindenki, de egyébként korábban is mindenki azt találgatta, hogy ez, hogy a Szentkirályi Alexandra visszalépett, ez le volt előre zsírozva, hogy azért, hogy a Vitézi jó ja, esélye. Ezt a részét dolgosan. Még értem, igen. De na, ez... és ennyi, és lehet, hogy akkor, lehet, hogy appellálta a Vitézi a Fideszes szavazókra, és akkor a kormány... Mivel a kormánypárti történt, igen, hogy abban nem áll bele. Abban nem áll bele. Meg nem akkor de neki... Dávidot nem így ismerem. De akkor, várjál, de akkor neki... De azért a Dávid kikupálódott nagy politikus lett, tehát... Dávid! Akkor a Dávidnak Dávid. nem a
Lázár János volt az ellenfele, akkor a Karácsony Gergely volt az ellenfele, és minden erejét arra összpontosított, hogy a Karácsony Gergelyre lőjön, és nem volt érdeke, hogy erre is lőjön. Dávid, ez nem volt szép dolog, ezúttal üzenjük neked, hogy igen. A kék járművekbe bele tudtál állni, a zöld járművekbe, a kötött pályába, ami környezetbarát és amit fejleszteni kéne, abba pedig nem álltál bele. Dávid, ez nem volt szép dolog. Innen üzenjük, mit érzi Dávid. Az imperialisták szekértolóinak. Szóval szerintem csak ennyi, tehát akkor egy ilyen kampány előtt nézőben voltunk, és a Dávid arra koncentrált, nem a hívekre. Ugye egy kis szakma akkor csak, hogy értsétek. A nagyvasútnál azért van nagyobb vontatási feszültségszint, nagyobb betáplási feszültségszint, mert a nagyvasútnál a távolságok ugye sokkal nagyobbak, és a veszteség az a vezetékeken keletkezik. Minél nagyobb áram folyik a vezetéken, annál nagyobb veszteség keletkezik. Azért, hogy kisebb áram folyjon, és a teljesítmény állandó legyen, ezért a feszültségszintet emeljük meg. Tehát 25 kV-on arányosan lényegesen kevesebb áram folyik egy vezetőn, kisebb veszteség keletkezik, kevésbé melegednek, egészen máshogy lehet méretezni ezeket a dolgokat. Nyilván a szigetelőket nem, de a vezető keresztmetszetét igen. Ugye ezért van, hogy például a cseh és szlovák területen a 3000 voltos mozdonyoknak a felső vezetéke ilyen vastag, a betápkábele ilyen vastag, és egyébként meg fél kilométerenként most túlzásokba esek, be van táplálva, meg hogy csomószor két szedővel indulnak, ugye? És akkor indulás után az egyiket leveszik, mert hát olyan áramok vannak, 3000 volton, nyilván 25000 volton azért ez már más. És a hívnél ezek a nagyobb távolságok szerintem nem adottak. Tehát a leghosszabb hévvonalunk, a Ráckevi, az is 40 km hosszú. Én azt gondolom, hogy ezt be lehet táplálni 600 voltról. Szükséges nyilván beruházás. Csak azt kell megnézni, hogy mi kerül kevesebbe. Csinálni még egy gépházat, és akkor 600 volton elketyeg a rendszer, vagy az egészet átépíteni nagy vasútra, amikor aztán mindent cserélni kell, az oszlopokat, a szigetelőket, az íveket, az anyakítját, és akkor mehet a nagyvasút, persze, csak meg akkor a megközelítési távolság is mások, kapcsolókerteket csinálni, ugye nagyvasútnál azért az sem úgy megy, hogy csak úgy fölcuppantod a vezetékre a betáplálást. Ezek mind helyet és beruházásokat igényelnek. Nem biztos, hogy megéri egy 40 km hosszú évvonalnál, és az a leghosszabb. Ugye a Gödöllői csak 30, a Szentendrei 20, a Csepeli meg hát, a Csepeli villamosunk az 6,2. Tehát én a 600 volt mellett kardoskodnék, ha hévüzemet meg is tartjuk, és a 600 volt az azért lenne jó, mert pénz nélkül semmi nem történik, ezt tudjuk. De hogyha a 600 voltra levinnénk az üzemfeszültséget, és nyilván nagyobb áramok rohangásznak akkor a felső vezetékben, de akkor járművet nem kéne külön nekünk tervezni, hanem választhatnánk konfekcióból, hiszen annó a Tátrákat is ugye így kaptuk. Azt a T5 C5-ös ugye nekünk tervezték, de a T5, mint széria, az létezett a Tátránál. Az egy más kérdés, hogy viszonylag keveset adtak el belőle, de van T5-ös. Inkább a T6-ost nyomták aztán, de konfekcióból vettünk. Ha most konfekcióból tudnánk hévet is venni, akkor lényegesen kisebb volna a probléma, de nem tudunk konfekcióból hévet venni, mert 1100 volt a betáplálás. Aki ragaszkodik a hévüzemhez, így, hogy hévüzem most 1100 volton, ahogy most van, az én szerintem milliómos, milliárdos. Az azt mondja, hogy pénz nem számít, mint a Zimmer fejében mondták. Pénz nem számít. És akkor majd lesz. Viszont ha elugaszkodunk a lila rózsaszín köttől, és rájövünk, hogy ez itt nem Bécs, és a bécsi közlekedési régió, ahol zsákszám öntik be a euró milliárdokat a fejlesztésbe, akkor viszont nekünk olyan megoldásokat kell választani, ami kisebb pénzzel is szép eredményekkel kecsegtetnek. Én azt gondolnám, hogyha már így megkérdezted, a 600 voltos betáplálás az ilyen. Rengeteg műszaki probléma, amit át kéne hágni, meg kéne oldani, és nyilván ez sem lenne olcsó. Tehát most nyugodtan mondjátok, a Becski megint álmodozik, nem lenne olcsó. Jó, de valamit kezdeni kell. De valamit kezdeni kell vele, igen. Éveket venni se olcsó, terveztetni. Semmi nem olcsó, én azt mondom, hogyha, és annak megvan még az az előnye, hogyha 600 voltos a hévüzem, akkor adott pontban, adott pillanatban, adott döntés esetén sokkal egyszerűbb áttérni a villamos üzemre. Mert azt most nem taglaltuk ki, csak elmondtad, de egyébként én végignéztem azt a videót, hogy a Vekének az a javaslata a Ráckevei hévvel, hogy a Ráckevei hév becuppan jelenlegi útvonalán Millennium telepig, tehát ez nagyjából a város határ, odáig, ahova kimegy a 135-ös autóbusz a Lidlihez, és ott egyszer csak dob egy jobbost, és rácuppan a Bilk mellett
a nagyvasútra. Azért megkérdezném Dörner Lajos, hogy hogy mondjuk. Dörner Lajos azt elvégezte a kapacitásvizsgálatát annak a Millennium telep Soroksár Ferencváros szakasznak? Hát, és Népliget, mert Népligetnél volt a vége. Most na, azon akadtam ki. A Népligetnél ugye nincs állomás. Azon akadtam ki. Nem is lesz, tehát hogy megálló hely lesz, tehát annak valahova tovább kell menni annak a vonatnak akkor. Ő ott úgy, azon az ábrán, ott a Népligetnél véget ér. Tehát eleve nekem állít. Van egy olyan érzésem, hogy ez egy nem kidolgozott elképzelés. Ez azért nem kidolgozott elképzelés, mert ha nem is mentek ki Millennium telepre, de nyugodtan menjetek ki és nézzétek meg. Ott családi házas övezet van a vasút felé. Tehát ott oda kell menni, és azt mondani, hogy költözöl, te is, mindenki mehet, ahova akar, mert itt mi most behozzuk a hévet a vasútra. Hát ez nyilván nem így fog menni, Érden se így ment a 32-es. De régen úgy ment a hév, azt tudod? Hát de nem ott Milltelepnél volt. Nem pont ott, de... Bejebb. De az, hogy mi volt 100 éve, az ma már de a beépítettség szempontja. Jó, nem a beépítettség miatt mondom, hanem hogy lehet, hogy onnan jutott eszébe Lajosnak, hogy olvastak egy kis közlekedés történetet. Ott nem lehet, a hív is olyan azért, hogy nem lehet hitet dobni vele egy jobbost az utcasarkon, mint hogy a, mert nagyon jó az a videó, mint teletnél dob egy jobbost. Így, mint hogy az autóval befordulunk így jobbra az utcába. Index és befordulunk jobbra. Ez a villamosnál is necces, bizonyos ív sugár alatt, de az egy évnél pont arról beszélgetünk, hogy nem ez a jövő útja, hogy minél szűkebb íveket. Hát főleg, hogyha nagyvasútként azt Millennium telepnél biztos, hogy nem viszi be, tehát azt igen, még jóval azt előtte haraszti, és Millennium telep, ahol még talán van egy kis néhány szántó. De, ha meg is teszed, akkor a videó, a grafika az a Népligetnél végállomás osztatja, tehát megérkezik meg a Danubiusnál, ami ugye még majd egyszer megépül, de hát fogjuk rá. Ferencvárosnál már nem, mert azt már el is felejtették, hogy jelenleg még itt ez a fejlesztés az nem, nincs most beütemezve, tehát ez még nem arról szól. És akkor Népliget megállónál, ami szintén le lett véve, nyugodtan mondjuk ki, Lázár János kivette a megmostandó projektek közül, a Népliget, vagy Fradiváros, vagy hívják, vagy akarják megállóhelyen, végállomásozik, és ott onnan nincs tovább, ott véget ért a vonal, hurrá, bevittük az utasokat a városba. Hát vittük a fenét, oda vittük őket, nincs a városba, oda vittük őket a Népliget sarkára, ami két metró megálló között van félúton. Tehát az körülbelül rosszabb, mint most a... Köki. Az rosszabb, mint Köki. Mert Köki vagy mint most a közvágóhíd. Igen. Mert a közvágóhídon átmész az Ebrán, és legalább, hát igen, csak a két villamos van ott, de legalább az van. De igen, tehát azt tudom, valahol tovább kell vinni. Ez az egyik probléma. A másik probléma a Millennium telepi ív. A harmadik probléma pedig az, hogy ez a projekt ez úgy számol, hogy Millennium telepnél alakítja ki ezt az átszállási pontot, ameddig a villamos kimegy. Ezzel csak az a nagy gondom, hogy a villamos minden további nélkül minimális költséggel kivihető Millennium telepig. És van erre igény? Csak akkor ugye megint az van, hogy ott egy villamos megy a rakparton. Negyed óránként egy háromkocsis hév megy, tehát akkor már mindjárt mondta, hogy nyugodtan 5 percezhet Milltelepig. Na de azért az szerintem járművezető szempontjából kicsit fizetős dolog ám, hogy Milltelepig 5 perceztessük a villamost, hogy megadjuk azt a kapacitást, amit most egy jármű megad, egy háromkocsis hév, és negyed óránként jár, és mondjuk azt, hogy elég 12 perc is bőven jó lenne még, tehát ezt még meg tudnák tölteni. Több nem biztos jelenleg, amíg a vágóhíd a végállomás. De akkor az már 5 perc, azt jelenti, hogy 5 percet tulajdonképpen, akkor mondhatni, hogy minden kettest ki kéne vinni Milltelepre. És kiviszed a kettest Milltelepre, és ott csinálsz egy olyan csomópontot, hogy az utas kényelmesen átszálljon. Na de hol? Mert ott van az 510-es Haraszti út, balra pedig a családi házak. Tehát a Veke megint úgy gondolta, hogy ott egy sík, üres terület van, mező, fölparcellázásra váró szántóföldek, ahol majd kialakítjuk a csomópontot, de nem tudjuk kialakítani. Ha csomópontot akarunk kialakítani a Ráckai hébből, az Pest Erzsébet felső. Na azt meg lehet csinálni, és ott a vasutat is át lehet vinni, ott úgyis terveztek egy intermodális csomópontot, a hévet lesülyeszteni, és ha valahol Erzsébeten le lehet sülyeszteni úgy a vasutat, hogy nem kell a hévet, hogy nem kellenek hatalmas ívek, hanem egész egyszerűen elkezdett süllyedni, mit tudom én, hogy elszinkíti felüljáról, elkezd süllyedni, van ott 4-3 kilométerre, szép nyugodtan lesüllyed, bocsánat, az csak másfél, de mindegy. De le tud süllyedni, levegy a vasút, mert átmegy a vasútra. Ott elég is. A villamosoknak, a végállomásnak pedig remek hely van Erzsébet felső hévállomáson. Na odáig
ki lehetne vinni, és akkor ezt én megspékelném még annyival, hogy akkor ott egy jó pár villamos esetleg befordulhatna a Topánka utcába, és nem is kéne, hogy ott végállomáshozzon, csak átszállást nyújt a Hévre, és akkor a villamos befordul a Topánkába, és megy tovább Erzsébetet föltárni, hogy azt... De egyébként ott az most terben van villamos szempontból, hogy a Török Flór is kétvágányosítás, és onnan egy leágazás a Csepeli átjáróhoz, az a Topánka, a Pest-Erzsébet város. Igen, de az megint nem érinti a Hévállomást. Tehát én azért sajnálom, hogy ez a verzió létesül, mert igazából mind a kettőt hát meg kéne csinálni. Úgy érinti a hévállomás, hogy azzal számol, hogy átépül majd a hévállomás, és ott lesz az intermodális csomópont. Jó, de a villamos fönt lesz, ez meg lent megint. Én amellett kardoskodtam volna inkább, ha már nagyon kipécézzük ezt, hogy akkor a Hév jöjjön oké Erzsébetig, legyen mit tudom én Erzsébeten a Sori út felüli oldalon a Hév végállomás, a villamos forduljon be a vasút melletti oldalra, közös peronok, átszállás, átgyaloglás, minden, és aztán forduljon tovább Csepel felé, nem kell szintbe keresztezni a Hévet a villamosnak. Mert a Hév ütköző bakokkal ott véget ér, mint most Vágóhídon, a villamos amögött befordul, bejön mellé, és aztán jobbra, jobbosra megy Csepelre. És akkor ott csináltunk egy olyan átszállást, ami gyakorlatilag pár méter, mert nem sok, egyik peron, másik peron, csináltunk egy intermodális csomót, oda be lehet hozni esetleg a buszokat is, azokat a raktárépületeket nyugodtan el lehet szerintem ott felejteni, oda be lehetne hozni a buszt is. Ha a Topánka utcai felüljáron hozod át a villamost, ami a terv, sajnos, hogy a felüljáron megy át a villamos, akkor a Hévhez megint egy ilyen bózasztó nyakateket, az Aquincumit tudnám neked felhozni erre. Hogy ott is megcsinálták azt a csomópontot, de azt az átszállást, de hát a tragédia még mindig. Tehát most közelebb van 50 méterre, de még mindig legyalogolsz, elsétálsz, odajössz, nem jó az még mindig. Tehát én azt gondolom, hogy a 21. században ne ilyen csomópontokat építsünk már, hanem építjünk olyat, ami utána 150 évig úgy jó lesz, ahogy van. És ezért vagyok kiakadva, hogy valaki a Népligethez, ez még a Bence is ki volt akadva, állomást, megállóhelyet tervezett. A semmi közepére, mert azt mertem mondani, hogy a közel van az Ecseri úti metró megálló. Hát minden relatív, persze. 400 méter. Az 200. 200? De az napi 400 méter mert, oda-vissza. Igen, de egyébként mit tudom én, egy Szélkámán téren is mész annyit. Hát meg egy Vágóhídnál is mész annyit. Vagy egy Vágóhídnál is mész annyit. Nyilván igen, ez nem jó. Építsünk már ilyeneket. Nyilván ez nem jó, de a vasút az ott van, azt nem tudod arrébb tenni. Tehát a vasútra csak oda tudsz megállót tenni, ugye a metróra van. Kellett hogy volna. A metró átépítés, akkor miért nem számoltak ezzel? Igen. Ha most építették, szerencsétlen. Jó, de hát az már el van építve. Tehát hát miért nem lehet megcsinálni most már? Hát meg lehet. Most, hogy megépítettük az Ecseri utat, úgy kellene, nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, az Ecseri úti peront, azt fogjuk és eltoljuk a fenébe a vasút felé. De szerintem, ha majd megépül a Népliget állomás, mint ahogy sose fog. Igen, akkor majd elkezd róla gondolkozni a szakma, hogy ja, majd hát igen, oda jó lett volna. És akkor 30 év múlva a következő átépítésénél a metró. Vagy 50. Vagy 50, majd arrébb megy az Ecseri úti megálló. De ezt titeket se fog érinteni, meg minket se. De én járókerettel oda fogok topogni. 50 év múlva. Figyelj, 48 éves vagyok, ne haragudj, én 100 évig szeretnék élni. Hát, hogy mit szeretnék, most én is elmondhatnám a nézőknek, hogy mit szeretnék, de ez hogy jön ide? A Báderi villamos az egy szerencsétlen jármű. Tudja, és tudta az előző generációs jármű, az előtti generációs jármű is, a három feszültségszintet kezelni, annélkül, hogy szedőt engedne le megállni. Jó, akkor megint ott vagyunk, hogy speciális járművet kell beszerezni. Nem, én csak azt mondtam, hogy van ilyen műszaki lehetőség, és hogyha nagyon akarjuk kötni az ebet a karóhoz, akkor megoldható. Jó, de nem ez az a jövő útja. Az lenne a cél, nem, hogy integráljuk, vagy legalábbis olyan irányba menjünk a műszaki megoldásokkal, ami egy kicsit, amire kommerszebb megoldásokat lehet találni, tehát hogy egyszerűbben üzemeltethető mondhatni, nem? Hát igen. Vagy mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk Robert bácsi, sok pénzünk van, és nekünk nem pénz nem számít. Ez 1100 volt és kész. Na jó, de ezt mondtam, hogy ez nem járható út Magyarországon, se ma, se holnap, se holnap után. Tehát nyilván, hogyha egy stadiont kell felépíteni, arra a pénz nem számít. A közösségi közlekedésre igenis számít, mert nincs. Tehát arra már nem jutott. Igen. És mivel nem jutott, ezért úgy is mondanánk, hogy a barna anyagból kell valamit virítani, és valamit szolgáltatni. És mi itt, mi is tudnánk Ricsivel nagyot álmodni, mi is el tudjuk mondani, hogy mit lehetne még megépíteni csilliárd pénzből, mint Dubajban.
Csak az a helyzet, hogy mi próbálunk a racionalitásot talaján maradni, és ez a beszélgetés sem arról szól, hogy álmodozunk, hanem próbáljuk azt megbeszélni, vagy kifejteni, hogy a jelenlegi helyzetben, és így is necces, mi az, amire esetleg mód lehet. És mi az, amit úgymond követni kéne, mi az az irányvonal. Nem rajtunk fog ez múlni, én csak inkább azt mondom, hogy... De vitatkozni mindig érdemes megbeszélgetni, és hát... Figyelj. Lehet, hogy a jövő döntéshozója hallgatja itt a műsort. És most a heuréka szikra. És akkor miniszter úr, főpolgármester úr, nem tudom milyen úr, vagy asszony. Vagy asszony, igen. Egyenjogúságban vigyázzál. Így van, így van. Tessék jól odafigyelni, mit mondott Becski Andris meg Rikári. Ezt nem lehet 4 éves ciklusokban megoldani, ezt nem értik meg ezek a fafejűek, hogy a közlekedésfejlesztés sem az a kategória, amit egy 4 éves ciklusban meg lehet oldani. Most csúnyán mondhatnám, hogy ez a kormány nyugodtan gondolkodhat a hozzá ciklusokban is, hát egyébként de nem teszi, annyira nem bíznak magukban a fiúk, és továbbra is csak úgy vannak, és a 4 éves ciklusok is általában csak az utolsó évre próbálnak valamit virítani, akkor viszont kapkodni kell gyorsan. És így ez nem egy olyan gondolkodás, hogy itt nincsenek koncepciók, itt kapkodás van, és holnapra legyen meg valami, tök mindegy, hogy mi. Na most így nem fogunk 5-ről 6-ra jutni, így csilliárdokat szórunk a rendszerbe, és tulajdonképpen nem csinálunk semmit. Hát tulajdonképpen igen. És nem is tudom, valahol hallgattam egy előadást, nem emlékszem már, hogy ki volt, de konkrétan a hévekről volt szó, hogy azért nem lehet hévjárművet beszerezni, ez évekkel ezelőtt volt, mert ugye nincsenek meg a döntések, hogy mik a, ez még szerintem a BFK előtti időszak, tehát ugye igen. A Vitézi Dávid féle Budapesti Fejlesztési Központ előtti időszak, mert hogy ugye nincsenek meg a döntések, a fejlesztési tervek, hogy milyen irányban lesz fejlesztve a hév, és akkor erre nem lehet járművet beszerezni, mert ha... Hát vagy illetve ami volt, az is borzasztó szar volt, hát itt 110 méteres hévszerelvényeket láttam, vizionáltak. Ja egy igen, terű, 110 gyerekek, vagy 120, nem? Egy terű 110 vagy 120 méteres szerelvények, hát ugyanazt a hibákat követjük el, tehát ez olyan az a tipikus, hogy oda mentél, beleléptél a szarba, szaros lett a cipőd, lepucoltad, és megint visszamész, és még belelépsz 3-szor. Igen. Tehát ne csináljuk már ezt, nincs. Mert az már régen volt, és elfelejtettük. Igen, tehát. De nem volt régen. Tehát ez ugyanaz, hogy vettünk kombinó villamosokat, ez tök jó, de még az egyes villamos nem volt használható állapotú pályával, addig a kombinók fele hétvégenként a kocsiszínbe pihent. Mert nem 38 volt a kiadás, hanem 19, és egész egyszerűen nem tudtuk hol közlekedtetni, mert 54 méteres a jószág, és sehova nem fért el. Ha elfelejtettük volna, azt mondtuk volna, hogy jó, akkor legyen 2 fülke kicsit drágábban, akkor hétvégén az a 19 jármű, az tudott volna alacsony padló szolgáltatást adni 2006 és 2015 között, azt hiszem akkor kerültek 16-ban, nem tudom mikor kerültek ki a kombinók, minden más villamos vonalon, de nem tudott, mert a politikusaink szigorú szakmai alapokon nekik egyterű jármű kell, milyen legyen a világ leghosszabb járműve. Ez kicsit olyan szméregetés, hogy a milyen a leghosszabb. Hát ja, igen. A milyen a leghosszabb. És a mi leghosszabbunk ott áll a kocsi színbe. Igen, de egyébként nem is értem ezt az egyterű... Az egyik, amit nem értek, az egyterű, hogy miért jó, hogy egyterű, mert semmi... Hát az utas áramlás miatt szokták ezt mondani, hogy ugye... De ki az, aki végiggyalogol a kombinón, hogy felszáll a Blahalújz a téren? Van. Jó, van, egyébként van, és egyébként elég zavaró is, úgyhogy ne legyen egyterű. Ugye erre az én utasként központ, azt mondom, hogy ne legyen egyterű. Újpest központ az eklatens példa. Onnan tudod, hogy hol van a kiárat, hogy a metró 4. és 5. kocsija van tele. Mert Újpest központnál egy kiárat van, az ott van. És minden utas ott utazik, még egy egyterű metrón, mint ugye a 3-as metrón nem lehet egyterű, tulajdonképpen bárhol utazik, a végállomás előtt föláll, és elgyalogol oda, ahol le kell szállni, és egyenletesebb az utas eloszlás. Van emellett jó indok? Van. Csak az a probléma, hogy jó, de van kicsit a jut van is, a marad is. Van a nem egyterű mellett is jó indok, igen, mert de ugye is jobban... Marad is, mert, tehát rugalmasabban felhasználható, bármikor megváltozhatnak az igények. Igen, de most akkor legyen úgy egyterű, főleg nálunk, ahol nem tudjuk, hogy a fejlesztési tervek milyen irányban fognak változni. Mert éves szinten változnak, követhetetlen, és erre nem lehet koncepciót gyártani. De akkor legyen a hév úgy egyterű, hogy akkor a 3 kocsi legyen egyterű, igen. És a másik 3 kocsi legyen egyterű, és akkor tudjuk
szétszedni őket, mert Ráckevére egy 120 méteres szerelvény max csúcsidőben fog kelleni, de akkor se. Vagyis mit fogunk elérni? Azt fogjuk elérni, hogy az a szerelvényünk az negyed-harmad kapacitással fog lezebegni, visszafele meg szerintem tized kapacitással mondjuk csúcson ki, csúcsban is, mert mindig egy irány van ugye az agglomerációban, föl vagy le. Annyi indok volt az egyterű mellett, hogy azt már 5-ös metrónak gondolták, és a budapesti szakaszon, tehát a belvárosi szakaszon meg szükség van arra a kapacitásra mindig, tehát ott nem fogsz kis egységgel járni, hanem megbetét járatozod a viszonylatot. Vagy, ami sokkal észszerűbb, és Hannoverbe tessék elmenni tanulni, hogy szépen Harasztiba leakad a másik három, ugye 6 kocsival járkálnak a város alatt, meg ameddig kell, és az adott állomáson leakad a hátsó 3 kocsi, ott marad, és a szemből érkező hévre meg rácuppan, és megy vissza. Hannoverbe ezt a villamosokkal meg tudják csinálni, hogy vannak vonalak, ahol 1-es, 2-es, és akkor az elágazásnál az egyik 1-esbe megy, a másik 2-esbe megy, ott mindig vár egy járművezető, az hozza-viszi, a másikra összezár, és visszaszáll a másik irányba. Ma már a technika ezt lehetővé teszi, hogy egy gombnyomásra a flörtöket is szét tudjuk szedni, bármikor, bárhol szétakasztható a hely. Most már működik is, mert amikor a dezirókkal kezdték, jó, akkor hát az... utána azért kellett ezt a sütői vonatnak a csatolgatását megszüntetni, mert soha nem sikerült, és azért késtek a vonatok csúcsba, mert vagy műszaki jogból, vagy gyakorlatlanságból, vagy azért, mondták ezt is, azt is, de soha nem sikerült összeakadni Esztergom kertvárosban, és akkor mindig szétverték a reggeli csúcsot, és azt hiszem egy vagy két menetrendi idény után ezt feladták, és akkor átszállós lett. Még maradt a sütői egy darabig, de átszállós lett. De a flörtökkel ilyen gond már nincsen, és azt gondolom, hogy a technika... De szerintem a dezirókkal se lett volna, tehát az valószínű, hogy valami... Dezirókat alapban nem tudjuk üzemeltetni, most bele sem menjünk. Igen. Fehérváron a kerítés a fűtőház mellett deziróból van, mert tudunk dezirót üzemeltetni, ja nem, de ebben nem menjünk bele, mert ez megint messzire vezet. De hogyha azt veszük, hogy a technika is már egy kicsit azért fejlődött azóta, és a flörtöken is működik ez a rendszer, hogy stokkoznak Puszta-Szabolcson. De egyébként annó működött egy csomó helyen, tehát a vasútnál is, még a csavarkapcsossal is, tehát Sárándon 4 perc alatt tudtak szét és... Ja, mert ott a csatolt MD jött, igen, létavértes nagy kérdés. Vagy MDBZ, vagy... Igen, na mindegy, de azért nagyon elegáns, hogy a vezető megnyom a fülkébe egy gombot, szétcuppan a izé, a másik vezető beszáll a hátsóba, és viszi, vagy eltolott vele, vagy akármi. És ezt meg lehetne csinálni, hogyha nem 110-120 méteres hévekben gondolkodunk, hanem két darab 50-60 méteres járműben gondolkodunk, vagy 55-60 méteres járműben gondolkodunk, akkor igenis, ki tudjuk szolgálni a kapacitást, és kevesebb jármű is kell, hiszen az, ami nem zöbegő Ráckevére, az tudja erősíteni visszafele a másik egységet, ami a város fele visszafordul. Tehát lényegében sokkal kevesebb járművel tudunk gazdálkodni, hogyha a férőhely kapacitás rugalmasan... Ennek a kulcs kérdése az a rugalmasság. Tehát, hogy más módon is fel tudod használni. Tehát nem csak ott, vagy nem csak úgy. Ha megváltoznak a fejlesztési tervek, ha változik bármi, akkor rugalmasabban változnak az utazási igények, rugalmasabban tudsz vele... Ilyen szempontból viszont én azt mondom neked, hogy ha te nagyon rugalmas akarsz tenni, akkor hévüzemet felejtsd el. Akkor az összes villamos. Olyan villamos, mint Hannoverbe. Amely villamos kijár a városból, kiszolgálja az agglomerációt, az előváros, de villamos. És pont. Hát ha nagyon rugalmasak akarunk az tenni, jó, hát nyilván. Akkor ez van. A Castro-ében ez működik. Jó, hát a tram-train végül is, de... Én nem értem, hogy volt ez a mintaprojektünk. Én már azt se értettem, hogy miért kell a dízellel baszakodni, amikor terve sincs véve a Szeged-Békés Csaba vonal bevillamosítása. Tehát nyugodtan ki lehetett volna húzni a 600 voltos madzagot, Rókus és Hódmezővásárhelyig. Először be akarták villamosítani 25 kV-ra Hódmezővásárhelyig, és aztán rájöttek, hogy aznak olyan költsége van, hogy akkor inkább legyen dízel. De nem, és miért nem lehetett egy olyan rendszert képíteni, ami majd egyszer... Ez olyan, mint a felcsúti kisvasút, ők azt nagyvasútként, tehát a régi formában akarták megcsinálni. Igen, nem emlékszem. És aztán inkább kisvasút lett, mert az olcsóbb. De ha Szeged-Rókus és Hódmezővásárhely népkert, ugye ott ágazik ki a villamos, között megépítettük volna a felső vezetéket nagyvasúti oszlopokkal, de 600 voltos betáplálással, akkor nem ártottunk volna senkinek. Hát valószínűleg. Mert akkor
addig a 30 évig, amíg ott lesz egyszer felsőleték, vagy 50, 130. Addig, vagy 130, addig elketyegett volna 600 voltról, ugyanazzal a feszültségről megy, mint a szegedi városi szakaszon és a hódmezővásai városi szakaszon, egy a teljes rendszer, és majd, hogyha egyszer beleszillamosítva... De így áramszünet esetén is el tud menni a trendre. Igen, én azt közlekedik egyedül. A járó üzemben is el tud azt közlekedik egyedül. De akkor nem kellett volna a dízellel szarakodni. És akkor nem kellett volna a járművet külön terveztetni, és akkor lehetett volna több járművet venni, sűrűben közlekedni, etc., etc., etc. Szóval én azt gondolom, hogy nem lett volna az ördögtől való dolog, hogy azt a szakaszt megépítsük felsőleték szempontjából MÁV rendszerre, de 600 voltos betáplálással, és végigmentett volna szedővel a tramtrén Hódmezővásárhelyre. Nem lett volna az rossz. Én azt mondom. Én ezt vállalom, most megint jön a köpködő szünet, mert a meski nem ért hozzá. De én nem véletlenül mondtam az önjáró közlekedést, meg ezeket, mert hogy most már én úgy gondolom, hogy kössünk át. Mert az előbb át akartál kötni. Én már át akartam. Úgyhogy kössünk át az önjáró közlekedésre. A trollibuszokra gondolsz? Hát akár a trollibuszokra. Hát mi tud még önjárni? A villamos? Van olyan villamos, ami tud önjárni. Nálunk? Nálunk nincs, de... Nálunk nincs. Én azt gondolom, az önjáró közlekedésre esetünkben nálunk ez ugye az elektromos buszokban, a buszok viszont amúgy is önjáróak, gyakorlatilag a trollibuszokban csúcsosodik ki, úgyisten igazából, ami látványos. Úgyhogy akkor a trollibusz hálózat fejlesztéseiről nyugodtan beszélgessünk. Ez most azért is aktuális, mert ugye megkezdődött egy elég látványos elem, a 75-ös trolibusznak a meghosszabbítása. Ugye első verzió szerint Kőbánya alsó vasútállomás elé a Sliget térig, a Pongrácz úton át. Jelenleg viszont most november, most november 15, elejétől 9, nem 9, tudom, valahogy, ott voltam, videóztam, de nem tudja. Nem tudja. Nézzétek meg, hogy melyik nap jött ki a videó. Így van, Ricsi videóztál. De dátumot te nem írsz a videóban. Én nem írok dátumot. Nagyon helytelen. Itt most hivatalosan is lecseszlek ezért, mert most te tudod, de majd később az utókon a fontos lesz az, hogy ez mikori felvétel. Ezt a Bencelek is napi. Nem győztem. De ez nem... nem... De én, várjál, én nem dokumentumot... Én nem valamilyen szinten mindig dokumentálsz. Ezt nem lehet levedleni magadról. Tehát én elhiszem, hogy ezek vlogok, meg minden, de akkor is egy kordokumentum. És azért ezt nem árt elhelyezni korban. Tehát, igazad van, hogy igazad van. Bence megtanulta. Most se ír dátumot, de legalább már magának fölírja. És te is túlhaladottnak gondolod már azt az álláspontot, amit nagyon sokan hangoztattak, még akár a szakmában is sokáig, hogy hát az önjárás a trolibuszban csak arra való, hogyha forgalmi zavar van, akkor kerüljük ki. Hogy mondjam... Ez nagyon messzire vezet, mert akkor most hát elvi dolgokról is beszélni. Föltetnék egy olyan kérdést, amit már föltettem szerintem nem itt ebbe a ilyen beszélgetés videóba, de hogy tulajdonképpen mi az igazi különbség az elektromos busz és az önjáró troli között? Ezt föltették ezt a kérdést, és egyébként tudom, és az, tavaly egy szakmai konferencián, és ami kifejezetten trolibuszos konferencia és mi lett a válasz? Nem lett a válasz, de több előadó felvetette ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen az elektromos busz és a trolibusz között a határok elmosódnak, tulajdonképpen annyi a különbség, hogy hogyan töltöd a járművet. És ugye a trolibusz... Meg hát a hatótávolság. A hatótávolság. Mert egy elektromos busznak ugye a teljes szolgáltat illik végigcsinálni, még egy trolibusznak elég, hogyha... Nem feltétlenül, mert lehet végállomási gyors töltő. Hát igen, de nálunk egyre ilyen nincs. Tehát nálunk az elektromos busz az tényleg az, hogy most vagy bemegy a garázsba tölteni, vagy pedig kibírja a teljes szolgálatot. Tehát most én tudom, hogy a világban jó, de van ilyen, mondjuk Bécs, nem kell messze menni. Romániában is van, csak meg nem használják, tehát Konstancában nézve, ott voltak az állomás előtt, ott van egy ilyen nagy autógará, ilyen busz végállomás, elektromos buszok vannak, és ott vannak a nagy oszlopok, a gyors töltők, és egyszer nem látta alatt áll. Tényleg? Busz, igen. Akkor miért van? Nem tudom. Gondolom kaptak rá EU-s pénzt, megépítették, és lehet, hogy be se üzemelték. Zseniális, de tényleg. És ugye furcsa dolog, mert az önjáró trolit, azt lehet ugye trolibuszvezető jogsival vezetni, még a buszhoz D kategóriás jogsival. Na ezt is felvetették. És akkor te ugyanazt csinálod. Ezt is felvetették, hogy ha rendszámot kapnának a trolibuszok, tehát kikerülne a valamilyen kötött pályás jogszabályi kezelés alól, most nem mondom, hogy vasúti törvény, de valami jogszabályilag valami, hogy kötött pálya alá van, akkor például olyan, mint a kőbányai garázs is egyébként Budapesten ilyen, vagy például a szegedi trolibusz üzem,
ahol vannak is olyan buszaik, amit kifejezetten pótlásra használnak. És igen. Mondjuk valamilyen leáll a trolibusz, és igen. Ki tud menni busszal, hogyha az ő jogsia jó arra, így meg külön le kell vizsgáztatni az embereket. Nyilván megcsinálják, tehát a Kőbányai garázsban is vannak olyanok, akiknek mind a kettőre van jogsiuk. Aki egyik nap ugye... Szegeden is van olyan. Ez addig volt külön vicces, amíg ugye a GVM-ek napi szinten kimentek, a Kőbányai garázsban volt 280-as busz is, ugye piros orruak például, és akkor az egyik nap 280-as trollit vezetett, a másik nap 280-as buszt vezetett, és a busz is piros volt. Igen. Az volt a legviccesebb. De fordítva is még viccesebb, hogy akkor ugyanaz a jármű, de az egyiket B kategóriáról átképzett ilyen trolibuszos, tehát ilyen kötött pályás dologgal vezethetted, és nem vezethetted azzal a másikat meg ugye buszos jogsival vezethetted, és a buszos jogsival nem vezethetted a trollit. Holott tulajdonképpen egy ilyen szinte házi vizsgaszintű, most már az elektromosoknál tényleg ilyen házi vizsgaszintű a különbség, hogy ja, ott még van egy felső vezeték, meg kell tanulni az azzal kapcsolatos dolgokat, hogy az hogy mész át a szigetelés alatt, a kereszteződésen, mit csinálsz a váltónál, stb. Tehát tulajdonképpen ennyi a különbség. És akkor még ne nézzük azt a jogszabályt, hogy a trolliban nem lehet headsetet használni, Kressz szerint, az autóbuszban meg igen. Ja. Milyen azt a 280-as kormányát tekergeted, csak ha kívülről piros, akkor nem lehet bedugva a füled, és izé, vagy míg a kívülről kék. Mert ugye a Solarisból is van buszváltozat, csak nálam. Igen. Tehát... És akkor ha kívülről kék, akkor meg lehet a fületbe tudsz. Tehát ez megint logikus, ez ilyen borzasztó jó baromság, de ne is menjünk ebbe vele. Jó. Hálózati szinten akarunk erről most szerintem inkább cseverészni. Az önjárás jó dolog. Az önjárás jó dolog zavarkezelés céljára és minden olyan előre nem látható eseményre, ami tulajdonképpen nyugodtan épp úgy zavarnak mondható, csak nem feltétlenül olyan. Én azt gondolom, hogy viszont troli fejlesztésről akkor beszélhetünk, és kiskorú Estibornak is üzenem, ezt így felvállalom, hogyha ha ténylegesen... Vagy a személyeskedés. Azért nem mondtam ki a nevét. Igen. Hogyha ténylegesen ahhoz felsővezetéki infrastruktúra és áramellátás kiépül. Tehát én nem kezelem troli hálózat fejlesztésnek, amikor fogjuk a trolibuszt és az önjáró képességét kihasználva elvisszük Ráckevére. Mert az nem troli hálózat fejlesztés, ott a jármű adottságait kihasználva megmutattuk, hogy pirosban is létezik. Én azt gondolom, hogy ez arra jó, arra viszont jó, hogy felmérjük, hogy van-e rá tényleges igény. Tehát ha most kicsit a mai példába bele csapva ezt az egészet, hogyha most ez a 75-ös troli hosszabbítás beválik, akármelyik változat, és az utasszámok igazolják, hogy szerintem nem, de ha igazolják az utasszámok, hogy jó hobbikázni a 75-ös trolival a Kőbányára, mert dugig van, akkor oda építsük utána felső vezetéket. Ha meg nem, akkor nem dobtuk ki fölöslegesen azt a pénzt, nem építettünk oda infrastruktúrát, az önjáró trolival le tudtuk tesztelni, hogy ez szükséges-e, vagy nem szükséges, és hogyha nem szükséges, akkor az egészet elfelejtjük, és próbálkozunk más irányokkal, ha meg szükséges, akkor viszont építsük ki az infrastruktúrát hozzá, és ez legyen ténylegesen troli. Már csak azért is, mert egy önjáró troli lényegesen költséges. Én nem gondolnám azt, hogy az állomány minden egyes kocsi önjáró kéne, hogy legyen. Kell egy jelentős hányad, ami képes az önjárásra, hogy ezek bevethetőek legyenek a szükséges helyeken, de azért egy troli hálózaton mégis a felső vezeték dominál, és a legtöbb esetben ez alatt megy. Csak nagyon korlátozott önjárás szükséges, tehát kikerülni egy építkezést, elmenni egy utcával arrébb, ez egy kilométeres önjárás bőven elég. De ez a 4, 5, 8, 10 kilométeres önjárás, ami miatt a troli rohadt nehéz lesz, és telepakoljuk akkumulátorokkal, és az üzemeltetése is drágább, és a vételi ára is drágább, ez szerintem az állomány nagy részénél nem szükséges. Meg ugye erre a kerülésre a dízelagregát is egy időben ugye egy valós alternatíva volt. Igen. De ha úgy tekintesz erre az egészre, hogy ez nem trolibusz, hanem ez egy elektromos busz, amit itt tud troli vezetéken is menni, akkor már is az elektromos buszhoz képest kisebb a kupak kell, oké, kell rá egy áramszedő, meg valami vezérlés, ami ezt kezeli, de hát az ma már nem kihívás egy vezérlést összedobni, nyilván mérnöki munka, meg szakmai munka, de figyelj, én azt gondolom, hogy én azért nem pakolnám tele a járművet akupakkal, mert az akupaknak iszonyat súlya van, azt hordozni kell.
Tehát a jármű öntömege jelentősen, az ösztömege jelentősen megnő azáltal, hogy minden nagyobb akupakokat hordoz. Hát a trolibuszhoz képest igen. A trolibuszhoz képest mindenképpen. De az elektromobuszhoz képest pedig, tehát hogyha azt mondod, hogy, mert úgyis ez a tendencia, hogy egyre nagyobb arányban nulla emissziós dolgok legyenek a városokban. Ez teljesen támogatandó. Ezt tehát azt mondod, hogy nem elektromos buszt veszel, hanem azt mondod, hogy olyan tudatosan úgy tervezed a hálózatot, hogy felhasználod a meglévő trolibusz felsővezetéket, és olyan járművet veszel, amiben kisebb akupak kell, mint egy elektromos buszba, hiszen minden fordulójában megy felsővezetéken, amikor vissza tud tölteni, és ha innen nézed, akkor ez egy pozitív dolog. Nyilván, ha onnan nézed a trolibusztól, ami régen volt a trolibusz, hogy volt a trolibusz, meg volt a busz, és ugye ez nem volt egymással kompatibilis, legalábbis csak egy irányba, mert a busz le tudta pótolni a trolit, ugye? Tehát akkor már ez egy előny. Hogy milyen utasigények felől érdemes a trolibuszba gondolkodni, ez most milyen is utasigények van, felől a villamosba, infrastruktúra igényes. És milyen utasigények fölött a metróba vagy egyéb gyorsasúti rendszerekbe gondolkodni, ezt ugye tanították az egyetemen is, és nyilván a számok változnak állandóan. A számok mindig változnak, meg azért ez nem ennyire kategórikus, tehát mindig az adott helyzet adja, hogy ott ilyen költség kiépíteni egy ilyet. Tehát én akkor is a troli hálózatra úgy tekintenék, mint egy, akkor nevezzük buszhálózatnak, elektromos buszhálózatnak, mint egy törzs hálózatra, és én azon belül úgy gondolnám, hogy ott mindenképpen lássuk el felsővezetékkel az egészet, tehát az legyen lefedve. Az, hogy ebből milyen kiágazó csápok mennek egyébként még mindenfele, ahova már nem érdemes esetleg kiúzni, azzal egyet tudok érteni. Tehát azt mondjuk azt, hogy igen, hogyha a 83-as trolli most elmegy a Népligetig, én azért odáig még kihúznám a madzagot, mert az áramellátásot biztosított, és nem kerülne igazából olyan nagyon sokba, hiszen régen is volt ott madzag. Megvannak az oszlopok, tehát van gépház a Népliget környékén, ugye a villamos is meg van táplálva, tehát nem egy lehetetlen dolog. De ha mondjuk azt mondanák, hogy a 83-as trolit vigyük ki a határútig, ott már én is azt mondanám, hogy hát ott már azért egyszer, mert az ülőúton most nincs semmi, csak a metró, az más áramellátás, az lent van, ez fönt van, ott már azt mondanám, hogy igen, ott az önjáró képességével. Tehát én azt gondolnám, hogy ahol a hálózat viszonylag normális, rentábilis költségekkel fejleszthető, ott meg kell építeni igenis a vezetéket, tehát ott csináljuk meg azt, hogy a troli az a vezetékről menjen, és ahol elmegyünk messzire a hálózattól, mert olyan az igény, mert van erre igény, átszállásmentes kapcsolat, zéro emissziós kiszolgálás, stb. Ott menjen igen az önjáróba. Viszont ez továbbra sem feltételezi azt, hogy nekünk minden járműnknek kell cipelni azt az akupakot. Nyilván... Ha van olyan vonalad, ahol csak trolibusszal mész, és ahol nem hagyod el ezt a törzshálózatot, akkor elméletileg lehetséges olyan, hogy az állomány egy része... Igen, Debrecenben ez így megy. Akupakkal. Debrecenben ez így megy. De azt azért figyelembe venném, hogy viszont abból a szempontból meg jó, ha minden kocsin ott van az a kupak, és ott az önjáró képesség, hogy bármilyen zavar esetén neked nem kell pótlást szervezned. Ez így van, de én ezen erre mondtam, hogy most milyen zavar egy globális áramszünetnél, ott úgymond cseszheted. Tehát ott akkor készült megállt. De egy zavar lehet egy olyan, hogy összeütközik két autó, és ki kell kerülni. Én erre mondtam neked, hogy persze legyen rajta a kupak, csak nem mindegy, hogy mekkora önjárásra. Tehát az, ami a kezdeti Solarisokon... De lehet, hogy el kell terelni... De egy kilométernél tovább ne terelges már. Tehát ha már egy kilométernél tovább el kell terelni az eredeti vonalától, akkor már... Pardon. Szóval akkor már bizonyítheted, mert akkor a troli már nem ott fog menni, ahol mennie kéne, ahol az utasok várják. Tehát azt gondolom, hogy két utcával arrébb megy, aztán visszatér az útvonalra, az egy kilométeresbe benne van. Ha meg eltűnik egy fél kerület, a kulcsa az lesz a legnagyobb probléma, hogy miért nem jár a troli. Tehát én azt gondolom, hogy egy kisebb akupak, egy kisebb önjárással az állomány egy jelentős részénél megoldás lehet, ez nyilván tudja, költségeket tud csökkenteni, viszont még mindig ott van az a funkció, hogyha bármi zűr van, akkor csáp le, és akkor kerülünk. Ez ki kell számolni, tehát ez... Jelentés, hogy ugye akkor két fél, még ha ugyanabból a típusból, de két félért üzemeltetsz, akkor erre külön figyelni kell, akkor ezzel hát, külön... Én a BKK-ban csináltam trolibusz kiadást, és nekem ez egy elég szép kihívás volt, hogy állandóan az önjáró kocsikkal kellett sakkozni, az ilyen különféle útépítések,
fagajozások, mindenféle rendezvények miatti terelések miatt, és ez nekem egy komoly feladat volt. Ezt ki kell matekozni, én azt gondolom, hogy a számok beszélnek. És akkor nem csak nálam volt ez feladat, hanem mindenhol, az üzemnél, a... Nem az számít, hogy én mit mondok ebben a kérdésben, hanem az számít, hogy a számok mit mondanak. Ha a számok azt mondják, hogy jobban megéri a teljes flottát hatalmas akupakkal ellátva közlekedtetni a városba, ha kell, hanem, akkor én meghajlok és azt mondom, hogy rendben van. Viszont ha a matek azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy a leggazdaságosabb megoldás, és nem indokolt, tekintve, hogy van egy elég jelentős kiterjedt trolihálózatunk, akkor viszont azt kell követni. Tehát nyilván Dubajban, ez megint azt mondom, hogy nem számít, de Budapesten igenis számítson, azt a plusz költséget, azt lehet, hogy be lehetne forgatni máshova. Például ma trolibusz filmeztem, és a 74-es vonalon, és egy tipikus ilyen nap volt, hogy a 74-es az ugye vegyes önjáró és nem önjáró. Ja, mert vannak rajta a mennek 700-asok. Mennek rajta GST-k, 600-asok, vannak rajta 700-asok Ikaruszok, ugye 412-esek, és vannak rajta önjárók SST-k. És ma volt valami felsővezetékes, vagy nem tudom milyen zavar az, hogy pontosan mi volt, azt nem tudom, a futár nem írta, vagy akkor már nem írta, amikor én odaértem, de ott volt minden. Kapásból az állomány fele a Csáktornya parknál állt. Tehát mi voltak, meeting? Igen, vagy nem tudom. És kapásból a kiadott állomány fele a Csáktornya parknál állt, és nem tudom hány kocsi busszal volt lepótolva. Tehát ez teljesen káosz volt, és akkor ott szaladgáltak, jöttek, mentek a troli vezetők, mert ugye most már nincs helyben irányítás, csak a futárközpontban, hogy akkor most én megyek előbb, te mész előbb, akkor vedd le a csápot, akkor én most beállok a treffre, én most félreállok, és ott ugye hely sincsen. Nincs. És ott ezértek, ott sakkoztak a trolibuszok, az utasok meg már ott hőgöltek, akkor most melyik indul, akkor most melyik indul. Azért elmondanám neked, hogy a műszakizások miatt a Csáktornyán állandóan megy a sakkozás, akkor is, hogyha egyébként normális az üzenet. De most nem volt normális üzenet. Tehát valahol is. Te már elkerülök, én még elmegyek garázsba, addig állj félre bűszakizni, én majd utána itt fölengedem, te elmész. Igen, és a pihenő sofőrök azok nem benkálk meg. Nem kávéznek, hanem azt nézik folyamatosan. Meg az evérüket ették, hanem ott szaladgáltak leföl és egymással. Hát ez nem pihenő. Ez pont olyan, mint a pihenő ide a Gubacsi úton, annó a hármason, mikor nem leváltásos volt a műszaki, hanem a kocsidon maradt, és valami nagy okos kitárt, hogy jól volt a menet, de beálltál urokba, és folyamatosan az egész műszaki dalat arról szólt, hogy mindig mentél előbbre, vagy indultál egy villamos. Tehát, hogy egymás után műszakiztak a villamosok, és akkor ahogy ez előreállt, akkor az előrébb, te is kimentél, és arról szólt a műszakidőt, hogy volt 40 percet, és a négyszer kimentél, és előreálltál, míg aztán te indultál végül. Hát köszönöm szépen. Ja, mert hogy úgy volt meg műszakiztatva a hármas, hogy villamossal együtt. Ezt mondom, hogy nem leváltásos volt, hanem a kocsi maradtál, de egymás mögött voltál a urokban. Nem tudtál félreállni. Nem tudtál félreállni, és úgy csekkoltál folyamatosan előre. És ahogy ugye elment az előző, elvileg egy félre tud állni. Odamész. Félre tud állni a több is. Csak nem úgy ott megcsinálva a menetrend, meg az egész. Hanem úgy egymás után szépen sorba. És akkor tök jó, ott bementem. Kicsit ettem a kajámból, elindult a hármas a treffel, akkor mindenki kivonult. Tudod, az összes járművezetők, mindenki előrébb. Mindenki letette a kaját. Visszajöttünk, ettünk 8 percet, visszamentünk, megint előre mentünk. Szóval kegyetlen volt, nem tartott soká, nem csodálom, szakszervezet valószínűleg beleállt, de hát úristen mondom, ki volt az agyháborodott, aki ezt kitalált ott fenn, akkor még ugye az Akácosban csinálták a menetrendeket, hogy édes jó Istenem, hogy volt. Hát innovatív megoldások mindig vannak. A közlekedésfejlesztés állatorvosi lova szerintem. A Rákóczi út tököli tengely? Rákóczi út tököli tengely, mert ugye nem építünk villamost a tököli útra, mert ott a 4-es metró, azt kéne folytatni, de a 4-es metrót folytatni nincs pénzünk, tehát valamit meg mégis kellene, mert most ugye úgy szoktuk mondani, hogy egy permanens 50 éve tartó villamospótlás, vagyis hát a tökölin ott csak 30. Ott csak 30, 97 óta van villamospótlás, igen, ott csak 30, vagy 95 óta a külső szakaszon, és most építettük el a külső szakaszon is a helyet, vagyis hát nem építettük el végül is, de nem tudom, hogy lesz-e ott valaha villamos, de az biztos, hogy egymás segélyben van az a sok autóbusz, és érdekes, oda senkinek nem jut eszébe trollit rakni. Pedig ha valahol ott azért nem volna hülyeséget, tudom, hogy nem tudják egymást lekerülgetni. Én hallottam ilyen elképzelésről. Hogy trollit? Hát én hallottam ilyen elképzelésről. Szóval, hogy ez mennyire komoly, ezt nem tudom. Nem szabadna állj, mielőtt bárki most megkövezne,
Isten ments! Tehát oda az villamosért kiállt, és abból sem... Na jó, de ha úgy építed ki a felső vezetéket, hogy az elbírja a villamosét is, akkor mondhatod azt, hogy x időpillanatban, amikor van pénz pályát építeni, akkor ez ugyanolyan, mint a például a... most... hogy mondjam el, hogy ne mondjak neveket meg ilyeneket, hogy szóba került, ugye ez a bajcsi villamos, ami most elég komolyan be is jelentette, a, azt hiszem a Karácsony Gergely, meg a BKK is bejelentette, hogy ugye ez az egyik projekt, amit megtervezett a főváros. És, itt és egy, amikor itt én hallottam egy ilyen beszélgetést a BKK-ban, no, ennyit elárulhatok nevek nélkül, hogy oké, okay, de ha a bajcsi villamos megtervezik, akkor tervezzék már úgy a felső vezeték tartó oszlopokat, meg a kereszttartókat, hogy bírja el a troli vezetéket is. Mert ugye ott most önjáróban trolizunk a 72-essel, és hiányzik az a pár megállónyi, az igen, a 5 megállónyi kb. Szakasz. Aha. A felső vezetéken. Jogos. Jogos. És ugyanezt meg lehetne csinálni a Tökölin is, ha azt mondjuk, hogy ott hosszú távon villamos szeretnénk, de most nincs pénz csak trolira, akkor lehet olyan... Arra kicsit, sincs pénz. Arra sincs pénz, igen, de lehet, de mégis olcsóbb, mint egy villamos. Tehát lehet olyan egy kicsit drágább troli felsővezeték hálózatot építeni, amire rá lehet akasztani majd a villamos felsővezetéket, és elbírja azt. Megszóltam! Én nem akartam macskát, jó? Tehát én nem vagyok semmilyen szinten toleráns macska kérdésben, mert mind a mellett, hogy nyávok, mind a mellett, hogy bolhás, akárhányszor fürdetem, mind a mellett, hogy mindenre fölmegy, mert a macskának semmi sem szent, de cserébe szét is karmolja a függönyt, az ülőgarnitúrát, a székalját, meg a könyveket, meg amit még él. Ha felnő, és akkor nem fogja. Dehogy nem. Ja, tényleg nem kutya, igazad van. Macskát, a nagyon cukja, még kicsi, de kebbe, kinalszik, kint van a sufniba, a garázsba, akárhol, tökéletes, lakásban nem. Ez a macska, ez túl van hype-olva, hú, ez most így nagyon nem leszek népszerű. Az a macska túl van hype-olva, mert a macska az egy ragadozó állat. Ráadásul azon ritka állatok egyik, amelyik keftelésből, játékból is öl, gyilkol. Csomószor nem megsérszi a zsákmányát, csak kinyírja, meg játszik vele, még mielőtt kinyírná. Alapvetően rohadtul... madarakkal is ezt csinálja. Ezt csinálja, rohadtul szaporodik, tehát tele, ahol egy macskát nem ivartalanít, az ott lesz belőle 10-2 éven belül. Jó, tehát, azért néhányat elüt az autó. Jó, hát igen, de akkor most is... tényleg nagyon nem leszünk népszerűek, nem lesz gyerekbarát a Nem is akart, hogy gyerek, én csak azt mondom, hogy macskát, tehát akkor inkább nyulat vegyetek, mert azt legalább kordában lehet tartani, ez be van a kis ketrecébe, azt jó világ. De a macskát nem lehet ketrecbe tartani. A macska az, és akkor itt követelőzik nekem, hogy engedjen már ki a garázsból, mert végül csak egy padlástér van neki, meg egy garázs, és ő úgy érzi, hogy ez neki kevés, ő benni akar a lakásba rongálni. Hát nem. Nem. A Bajcsira akartam azt mondani, hogy mielőtt a fiatalabb nézők azt gondolnák, hogy a városvezetés feltalálta a spanyol viaszt. Azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy 1980-ig a Bajcsi-Zsilinszky úton a villamosok a nyugatiig közlekedtek, a Deák térről tovább a 47-49-es villamosok, és a másik irányból szintén nagyjából 1980-ig a Kádár utcai hurokba fordultak meg a Lehel úti és a Váci úti villamosok, nyilván nem volt a nyugatinál. Tehát a nyugatinál, mert a Kádár utcát nem biztos, hogy mindenki tudja. Az a nyugatinál van, most is ott van a Kádár utca, a Visegrádi utca hurok, ott fordultak, nem volt közvetlen átmenő kapcsolat, de átszállás volt, tehát végig volt kötött pályás villamossal a Bajcsi, illetve a Váci út, illetve hát a Lehel út most is. És ugye ezt egyrészt ugye a metróépítés miatt megszüntették a Váci útnak az Angyalföldi oldalán, tehát a Váci úti oldalon, amikor először visszanyesték őket ugye a Lehel térig, illetve a Váci úti villamosok meg is szűntek, illetőleg szintén a 1980-as Szabadsághíd felújítás égisze alatt, amíg a Szabadsághídot felújították, addig a villamosok nem jártak, és amire újra visszakapta a villamosokat a Kiskörút, már csak a Deák térig voltak sínek. Ez 1980, tehát tulajdonképpen nem építünk semmilyen új dolgot, hanem helyreállítjuk azt, amit elődeink nagyon bölcsen tönkretettek. Ez egyébként a budai fonódóra ugyanúgy igaz, mert
Ugyanaz történt ott is, hogy 72-ben, amikor a Hévet bevittük a Batthyány térre, úgy gondoltuk, hogy akkor a villamos nyugodtan vissza lehet vágni a Margitittól a Batthyányra, hiszen odáig elvisz a Hév, a dolgozó meg majd átszáll. Csak ugye akkor, mit tudom én, 100 főre jutott 5 autó, most meg 100 főre jut 60 autó, és igen. Lehet, hogy nem jól mondtam az arányokat, csak értsétek jól, és akkor a dolgozó igen átszáll az autójába, mert azt mondja, hogy meg az anyát fog várakozni még arra is, meg arra is, meg arra is, hanem autózik. És hát az eredményt meglátjuk Budapesten, ne is menjünk bele. Tehát ezek olyan hálózati elemek Budapesten, amik borzasztó fájó pontja a villamos hálózatnak. A Tököli út, a Rákóczi út és a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos közlekedés. De mondhatnánk ide nyugodtan a Váci utat is, és mondhatjuk nyugodtan az Üllői utat is. Mert én azt gondolnám, hogy ha belső Üllőúton talán nincs is akkora létjogosultsága, de a Népligetig a határúti villamosokat behozni és ott az egyesre valamit kooperálni, az azért nem volna egy ördögtől való. Mint ahogy a buszok egy idő után most van azért már olyan busz, ami a Népligethez megy, sőt olyan busz is van, ami például reggeli csúcsban bejön a Népligethez. Ja, és délután nem? És délután nem. Azta, tényleg? Miket meg nem tud az ember egy ilyen két órás beszélgetés keretében? Mert én reggel általában még nem vagyok ott. És ha jól tudom, meg van tervezve a felsővezeték visszaépítés is. És egyébként az a terv, hogy ezt a Kunkort, tehát hogy lemegy az Üllői útra és vissza, ezt ha jól tudom, nem akarják megcsinálni. Igen, tehát hogy, Elnök utcában megálló helyet kell létesíteni az Elnök utcában, meg hát nyilván... Fölösleges kimenni az Üllői útra, csak azért, hogy utána visszamenjen. Hát igen, de eredetileg az volt az útvonal, hogy Könyves, Üllői, nem is tudom, Gál, Mózes, vagy nem tudom, hogy amin vissza. Tehát, hogy az a hurok volt az eredeti, és akkor szépen a természetes végállomására visszakerült a troli, de a megállóhely miatt még... Jó, de folyamatban van. Hát, az nem biztos, hogy folyamatban van, részleteket nem tudom, de... Számomra az egy szívet melengető ügy, mert... Azért az egy nagyon vicces megoldás volt, hogy a Népliget, mint csomópont, az 3 BKV-s tartózkodót tartalmazott. Az 1A villamosét, ugye a 1A kihúzójánál a kereszteződésnek a déli oldalán. A volt troli és busz tartózkodott ugye a Népligetnél a szögletbüfénél. Meg egy konténert a 83-as trolinak az Üllői út. Az a konténer az nem vált be. Pénzverde sarkán, roppant esztétikus volt egyébként, a városképet is nagyban javította. Hát mondjuk ott az omladozó felüljárónál a városképről nehéz beszélni. Gorosz vagy! De nem Pénzverdére nagyon, gondoltam. Nem nagyon szerették a járművezetők, nem. És tulajdonképpen a járművezető oldalról merült fel az igény először, hogy a Népliget, igen, és ha már oda jár, és ha már bírja, akkor meg az apuk is bírják, akkor már menjen oda-vissza utasokkal. Jó, hát ezek a konténeres tartózkodók azért mindig ilyen szükségmegoldások. Tehát ezt úgy ideig, az egyes villamos volt így, amelyik szerencsétlen mindig hordozta magával a konténerét. Ugye a Lehel útnál még nem volt konténere, meg a Kacsónál, mert még olyan rövid volt, hogy rövid volt a vonal, nem volt szükséges. Ugye már szükséges lett volna, de hát akkor úgy gondolták, hogy a dolgozó azt kibírja. Azért a Kacsónál ott középen pisírni, az biztos érdekes lehetett a akkori Hungária körült közepén. De aztán ugye a Tököli útnál már volt konténere, az a konténer költözött a stadionig, az a konténer költözött a Salgótarján úthoz, és az a konténer költözött tovább a Lánymenős híthoz is, és aztán ugye nem az Etele-Fehérvári, az már egy másik konténer ment, az már egy másik történet. De ez a sztori nekem nem volt meg. Az a lényeg, hogy az, ami az Etele-Fehérvárnál volt konténer, az ki tudja, hogy hol van, most vagyok egy kis gondolkodási időt, az egyes villamos Etele út Fehérvári úti végállomásán, a végállomási konténer, amit ugye mikor meghosszabbították 2019-ben az Etele térig ugye fölöslegessé vált, az ki tudja most megmondani, hogy hol van, egy kicsit módosított formájában, de az a konténer. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, az most a Pacsirta telepi tartózkodó, igen. Csak kapott egy külső borítást, de megvan most is ott a tabulátor kezelő helység, csak most máshol van rajta az ajtó. Tehát most ott érzed valami régen a tabulátor kezelő helység volt, és a régi oldalajtót befalaszták rajta, de a helye most is ott van. Tehát ahol régen bementünk oldalról az egyes villamosnál, az ajtó most be van falazva, mert az most a ház felől lenne. Tehát az a konténer, ami az Etele-Fehérvárinál volt egyes végállomás, az most Pacsirta telepen tartózkodó. Ez egy ilyen plusz információ, de egyébként érdekes. De ugye azért azt nyilván tudjátok, hogy Pacsirta telepen volt egy hatalmas nagy villamos tartózkodó az 52-esnek, bár nem műszakizott ott, én nem is értettem, hogy az miért volt. Pacsirta telepre régen azért ugye egyrészt a 30-as villamos is lejárt, meg még régebben lejárt a 13-as is, és még sorolhatnánk.
Aztán ott az egyik lakó kifogásolt, hogy itt a csövesek azt oldalba vizelik, meg koszos, meg mit tudom én, és akkor lebontották a pacsi, az a telep tartozkodott, mert a BKV megint, mert tehát ezt a fordítva vagyunk a lónak, sose értem. A lakó panaszkodik, hogy ott a villamos tartózkodó, és az neki nem tetszik. Na de az a villamos tartózkodó nyilván előbb ott volt, mint ő, aki ott lakik, mégis az ő igényeit, az ő BVG-t fényesre tisztítva lebontjuk neki a tartózkodót, majd amikor csinál a BKK egy olyan viszonylatot, mint a 2B, ahol egyszerűen nem lehet máshol műszakiztatni, mert jászaink nincs erre idő, akkor építünk egy mobil kartozkodót a régi helyétől 10 méterre lodén. Jó, hát ez sokszor van a szakmában, hogy fordítva ülünk a lavonáig, de már nem sok időnk van, én nem tudom, hogy mibe menjünk bele, mert... Max 10 percünk van még. De nem akarom kicentizni, azt mondtam. Jó, jó, ne centizni. Úgyhogy lehet, hogy ezt a villamos, Rákóczi út, Tököli út, ezt majd folytatjuk? Még, ezt majd még szerintem folytatjuk. Tehát akkor ott hagyjuk nyitva, hogy troli, villamos, metró, hogy azért nincs metró, mert nincs pénz, nem, azért nincs villamos, mert ott úgyis metró lesz, de metró meg úgyse lesz, mert nincs pénz. Igen, ez olyan, a káposztási metró, hogy a 14-es villamos azért nem fejlesztjük jobban a lakótelep feltárására. Mert ott úgyis metró lesz, de metró meg úgyse lesz. Metró. 98 óta nincs ott metró, 30 éve épült lassan meg az a szerencsétlen hosszabbítás, és mi nem kezdünk vele semmit. Most is egy félbehagyott ilyen valami, ott a káposztás kettő előtt egy megállóval végállomás, és azért, hogy körbe menne a lakótelepen, föltárná, mit tudom. Vagy legalább lenne, ahol most egy van, menne ott, és lenne egy normális végállomás. A Magyaródi pataknál, igen. Tehát ezek a félbehagyott projektjeim, mert majd metró lesz. Egyébként szerintem káposztásra... De szerintem ez ilyen kifogáskeresés, az, hogy miért ne csináljunk semmit. Igen, és annak idején nagyon sok ellenzője volt a 14-es meghosszabbításának is, mert úristen, a metrót ígértek, ide nem hozzák ki nekünk a villamost. Azt most használják, és szerintem azok, akik használják, azok örülnek, hogy legalább ez van. És nem kell a Szilas pataknál buszhasszállni, hogy hátra jussál. Én azt gondolom egyébként, és most nyugodtan ez is egy ilyen vitaindító lehet, hogy nem szükséges káposztás megy erre a metró. Nem, nincs, nyilván vannak olyan időszakok, amikor... Megint új témát nyitottunk ki, ahelyett, hogy a másikat lezárnánk. Igen, de azért akkor most már én is hozzáteszek ahhoz annyit, hogy azért legalább Rákospot Újpestig illene megcsinálni. Hát palotáig igen, de most káposztás megyéről beszéltünk. Tehát azt mondom, hogy káposztás megyért egy villamosra jobban föl lehetne tárni. Mert most a káposztásra csinálsz egy vagy két metró megállót, akkor olyan rágyalogási távolságokat csinálsz a lakóknak, ami minden lesz, csak nem jó. Ha viszont egy villamossal föltárod a lakótelepet, egy ilyen 400-400 méteres megálló távolsággal, akkor egy ilyen 150-200 méteres rágyaroglási távolság szerint teljesen elfogadható. De ez egy metrónál, az nem, ez nem kis föld alatti, hogy Bajza utca következik, Kodály Körönt, Vörösmarty utca, hogy tényleg 200 méterenként megáll. Jó, hát nézd meg a 4-es metrót, hogy volt, amikor a csávó lefutotta. Jó, mondjuk másodjára, csak harmadjára sikerült neki. Jó, de lefutotta. Hát jó, és nagyon necces volt. És necces volt, de lefutotta. Na. De lefutotta, igen, ez egy elég perhöz gondolat, de hogy a megálló távolság a 4-es metrónál is kicsit vicces. Vicces a Móricz Újbuda, vicces a Móricz Gellért tér is, szerintem nagyon vicces, a Gellért tér, Fővám tér is nagyon helyes. Úgyhogy eredetileg azt úgy álmodták meg, hogy a Duna alatt van, és igen. Két kiárat. De ez most már megépült, ez most már így van. Most már így van, persze. De most tényleg ne nyissunk már ki újra. Ne nyissunk ki újra. Ezt Jó, szeretnénk a legközelebbi beszélgetésbe kinyitni. Már igen, virtuálisan, mert nem már menetrendi könyvet nem nyomtatnak sajnos. Fölösleges vándor módosul, viszont nagyon szeretnék a következő Ricsis beszélgetésben, ami hangsúlyozom, egy bóli pótló beszélgetés, hiszen Bence nincsen velünk, és valószínűleg a jövőben is így fogunk találkozni, viszont szeretnék egy virtuális menetrendet kinyitni, és kielemezni. Ígérjük meg, hogy bár ugye a közlekedés fejlesztésben mondtuk, hogy van ez a kifogáskeresés, hogy azért nincs ez, mert lesz az, azért, nem, az, lesz, azért nem lesz. Azért nem lesz legközelebb ilyen beszélgetős, mert nem fogunk ráérni, mert nem akarunk tehát, ráérni, meg, mert fáj a hajunk. Ígérjük meg legalább egymásnak, de itt tanuk előtt, hogy akkor mi nem fogunk kifogásokat keresni, nem kifogásokat. Nem fog fájni a hajunk. Nem kifogásokat keresünk. Tartsatok velünk. Igen, ez egy ilyen újfajta formáció volt. Azért az is igaz, hogy ketten könnyebb összehozni egy beszélgetést, mint hárman. Tehát azért a Bumli nem véletlenül volt ritkán. Hármuknak az időbeosztását úgy, hogy ebből ketten nagyon sokat utazgatunk. Elég nehéz volt. Hát látjátok, nem volt sok Bumli adásna. Lássuk be. Ezeknek a kettes beszélgetéseknek legalább olyan tartalmas
és nagy műsoridőt szentelünk, és könnyebb összehozni őket, majd meglátjuk, hogy ez mennyire válik be. Egyébként nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy ebben a formában ez nektek azért így bejön-e. Mi nagyon jól elbeszélgetünk egyébként akkor is, ha titeket nem érdekel, igen, csak akkor nem fogjuk kirakni a csatornára. Kikapcsolt kamerával. Igen, csak akkor nem fog menni a kamera közben. Úgyhogy léci lájkoljátok, mert hogy szokták így zsarolni szokták a nézőket, igen, ha nem lesz rajta, nem tudom hány. Nem csapattok rá egy hatalmas lájkot, mert ez a videó kimegy a Rikári csatornára, és kimegy a Becski András csatornára is. Két kamera van egymás mellett, ti most nem látjátok, mi látjuk. Az egyik kicsit lentebbről veszi, a másik kicsit föntebbről, de ugyanazt veszi végig, és mind a két csatornára kimegy, de ha nem tetszik nektek, akkor legközelebb kikapcsoljuk a kamerát. Igen. Ugyanígy le fogunk ülni beszélgetni, csak ti nem fogjátok látni meg hallani. Na jó. Akkor jók legyetek, szervusztok, és reméljük, hogy tetszett. Ricsivel mi még beszélgetünk majd máskor is. Rajtatok múlik, hogy kamerák előtt vagy sem. Sziasztok! Sziasztok! Csüssz! A Fidezünk! A Fidezünk! És ki is kell menni.